Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 11 főből megjelent, 11 képviselőből megjelent 9 fő távolmaradását bejelentette Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszony, valamint Kovács Sándor képviselő úr. Az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napi rendeket az alábbi kiegészítéssel. Pótnapi rendi pontként javaslom felvenni előterjesztés a Karcagvárosi Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény 45. paragrafus első bekezdése A pontja alapján a 353/2011 kormányrendelet második paragrafus első bekezdése alapján és az előző évetben keletkezett tárgyévet, valamint a tárgyévet követő 3 évet terhelő fizetési kötelezettségről. Nagyon szép címe van ennek az előterjesztésnek. Aki ezt tudja támogatni, hogy vegyük fel pótnapi rendi pontként, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Van-e valakinek más napi rendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napi rendről szavazzunk, aki el tudja fogadni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy a 22. és a 23. napirendi pontokat, mivel taggyűlési napirendek, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Közben köszöntöm Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszonyt, így 10-en fogunk szavazni a mai testületi ülésen. Tisztelt képviselőtestület, január 27-ét az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját nyilvánította az ENSZ közgyűlés a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává. Kérem, együttérzésünk jeléül egy perces néma felállással adózunk az áldozatok emlékének. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Egyelőre ez a képviselőtestület tagjainak szól. Kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel? Andrássy András képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, a lehetőséget. Első kérdésként azután szeretnék érdeklődni, hogy egy korábbi testületi ülésen szavaztunk, és a testület egyhangúan elfogadta a Horthy Miklós emlékére készítendő és kihelyezendő táblá ügyében. Ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy hogyan áll ez a dolog, és hogy állunk ezzel a projekttel. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik, ez szintén jóval korábbi történet. A rendőrség épülete ugye már régóta terve van véve, hogy egy szép új épület fog épülni. Ennek a helyszíne ki is van jelölve. Ha jól tudom, talán 20 millió forintnyi összeg el is lett erre a BM részéről különítve. Azt is kérdeznénk, hogy ez a projekt hogy áll, és milyen stádiumban van, mikorra várható ez a
az új rendőrség épülete. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen, már is megválaszok. A Horthy Miklós emléktáblájának az ügyét képviselő úr vetette föl, erről nem döntött a testület. Ez egy felvetés volt, és azt mondtuk, hogy egy későbbi időben fogunk majd erről tárgyalni, értekezni. Erről még semmilyen értekezés, tárgyalás nem zajlott, de döntés semmiképpen nem született ebben az ügyben. Ez egy felvetés volt az ön részéről. A rendőrség épületének az ügye valóban évek óta felajánlottunk egy területet, egy jelképes összegért, talán ha jól emlékszem, akkor 1 forintért arra, hogy egy új rendőrkapitányság épüljön. Én biztos vagyok abban, hogy ha a belügyminisztériumnak összegyűlik annyi pénze, amiből meg tudja építeni azt az új rendőrkapitányságot, akkor meg fog épülni. Egyelőre többet nem tudok erről mondani. Sürgetjük mi is, természetesen mi is szeretnénk, hogyha ez meg lenne, nekünk is kényelmesebb lenne, főleg a mostani átalakítások kapcsán, a közigazgatási átalakítások kapcsán bizony szűkös volt a hely, nehezen tudtuk a járási hivatal munkatársait elhelyezni. Előrelépést egyelőre nem látok az ügyben. Van-e további kérdésfelvetés? Tisztelt képviselő hölgyek, urak részéről, dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. 2 darab kérdéssel készültem, az egyik azt hiszem nagyobb érdeklődésre fog számot tartani, bár elég szorosan próbáljuk mindannyian nyomon követni azt, ez a fürdőberuházás lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg hogy áll ugye a fürdőberuházás, történt-e előrelépés az év vége óta, ugye akkor nagyobb nyilvánosságot kapott állásponthoz képest, vagy az akkori álláshoz képest, illetve ami másik, és ez is a fürdőberuházáshoz kapcsolódik, az a strandfürdőnek a jelenlegi használatát illeti. Több felvetés is érkezett, hogy miként tudják ugye használni majd a bérletesek, vagy a bérleteknek a tovább használatával, vagy érvényességével kapcsolatosan milyen szabályokról kellene tudniuk az oda látogatóknak, ugyanis több személynek ugye bérlete van, és miként alakul a bérleteknek a szabály, ez talán nyilvánosságra tarthat számot. A másik az egy korábbi felvetés volt, ez a termelői piac létesítése. Továbbra is én személyesen is fontosnak tartom, hogy létre tudjunk hozni akár a piacon, piaci napokon, vagy a piac területén, nem a rendes piaci napokon egy termelői piacot, pláne úgy, hogy ugye közeleg most már az az időszak, amikor egyrészt a gazdálkodók is tudnak tervezni, tehát ők maguk is elő tudnak készülni ugye a termeléssel, hogy adott esetben nyáron, vagy akár késő tavasszal, tavasz közepén megnyíljon egy ilyen termelői piac, ahova a portékáikat kivihetik, és rendesen közszírelve van, és tényleg termelői piacként működik, nem a rendes piac termelői részeként, hanem egy önálló rendezvényként, vagy önálló piaci napként, vagy piacként. Ezek lettek volna röviden. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tisztelt képviselő úr, a fürdő helyzetéről nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy minél hamarabb a lehető legjobb minőségben elkészüljön a fürdő. Komoly stáb munkálkodik ezen. Remélem, hogy sikerrel fognak járni, sőt, nem csak remélem, hanem biztos is vagyok ebben. Természetesen addig is a fürdőnek egy részét lehet használni. Nyilvánvalóan kompenzálva az elmaradott helyzetet, korábbi évben is úgy oldottuk meg, hogy akinek volt bérlete, az annak nem kellett újra bérletet vásárolni, hanem nyugodtan régi bérlettel látogathatta a fürdő területét. Az új helyzetre való tekintettel, aki nem vásárolt korábban bérletet, annak egy szezonális bérlet lehetőséget, vásárlási lehetőséget fogunk biztosítani, mert jelen pillanatban egyszeri belépő jeggyel tudják látogatni a fürdőterületét. Ezzel segítünk, hogy lehetőség szerint az új bérleteseket is egy jobb helyzetbe hozzuk. Termelői piac, teljesen egyetértek képviselő úrral, nyitott kapukat dönget, a idei évtől nem a piac területén, hanem egy más területen fogjuk ezt a bizonyos termelői piacot kialakítani és megnyitni, és nem csak szokványos árukészlettel fogunk a lakosság rendelkezésére állni, hanem oda szeretnénk csábítani még kézműveseket és egyéb más olyan népi
hagyományos népi ipartermékeket gyártó embereket, akiknek a munkája megfelelő színvonalú. Mindenképpen törekszünk arra, hogy ez meglegyen, ez a lehetőség. Teljesen egyetértek és támogatom én is ezt a termelőpiacnak a létrehozását. Van-e további? Andrássy András képviselő úr. És elnézést, még egy kérdésem lenne. Fokozott az érdeklődés, hogy a kórházban a már átadott CT-berendezés mikortól lesz ténylegesen használható, tehát a betegek helyben mikor vehetik igénybe a CT-szolgáltatást? Tudunk erről valami információt? Igen. Már is mondom, nagyon friss az információm a CT-ről. Bólog a dr. Kapusi Lajos képviselő úr is. Napok kérdése valóban. A területi elosztás még, a kórház területi elosztása még egy picit bizonytalanabb volt, és a gyáróbeteg, illetve a fekvőbeteg ellátás területi elosztása most véglegesedett. Ennek megfelelően a támogatást innentől kezdődően napokon belül fogja az OEP átadni a kórház számára, és innentől kezdődően lehet beindítani. Pár nap kérdés az egész, dr. Nagy Mihály megbízott főigazgató úr tájékoztatott erről tegnap előtti napon, ha jól emlékszem. A CT kezelőinek a stábja startra készen áll, tehát minden rendben van, megtörténtek azok a bizonyos ismeretek átadása, amire szükség volt. Valóban pár nap kérdés az egész, ami nagy-nagy öröm számunkra természetesen. Van-e további kérdés, felvetés? Jelentkezést nem látok, akkor léphetünk tovább. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a két testület ülés között történt fontosabb eseményekről szeretnék tájékoztatást adni. December 21-én a Győrfi István tagiskola tartotta karácsonyi ünnepségét a Déli Nők Kulturális Központban. Az önkormányzatot Pánti Ildikó képviselőasszony képviselte a rendezvényen. Ugyanezen a napon, 21-én az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karácsonyi koncertet adott a Délinében, a hangversenyen részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. 21-én és 22-én galambkiállítás volt a sportcsarnokban. A város önkormányzatát Pánti Ildikó képviselte, a díjakat én adtam át. 23-án adventi gyertyagyújtás volt a Városháza előcsarnokában. Közreműködtek a Római Katolikus Egyházközség tagjai, jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. 2013. január 10-én Szolnokon a megyei önkormányzat szervezésében a szomszédos megyék vezetőivel, szakembereivel, területfejlesztési elképzelésekről egyeztetett Kovács Sándor képviselőtársam. 13-án emlékeztünk a Doni katasztrófa áldozataira. 10 órától istentisztelet volt a református templomban, majd mécses gyújtás a II. Világháború áldozatainak emlékművénél. A megemlékezésen Kovácsné Kerekes Katalin, Pánti Ildikó, Csányi Sándor képviselők és Gyurcsek János alpolgármester úr voltak jelen. 18-án a Karcagi Járási Hivatalban a kormány megbízott tett hivatalos látogatást. A várost Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte. Ugyanezen a napon, 18-án a Délinék Kulturális Központ Mazsoret csoportjainak és a Dalma Dance Club karcagi tagozatának újévi táncgáláját tartották. 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmával ünnepi műsort rendeztek a Karcag Városi Önkormányzat, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és a Délinék Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezésében a Délinék Kulturális Központban. Berta Márton festőművész a Biblia és a Szentföld című kiállításának megnyitója után az ünnepi műsorban köszöntőt mondott Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház, akkor még megbízott, most már kinevezett főigazgatója. Az ünnepi műsort adták a Karcagi Nagy Református Általános Iskola tanulói. A rendezvényen részt vettek Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Karcagi Nagy Zoltán, Kovácsné Kerekes Katalin, Pánti Ildikó és Kovács Sándor képviselőasszonyok és urak, valamint jó magam.
23-án került megrendezésre a Jászhegy-Szolnok megyei önkormányzat és a Szolnok megyei jogú város önkormányzata szervezésében Jászhegy-Szolnok megyei területfejlesztési konzultációs fórum a megyeházán. A rendezvény napirendje a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció ismertetése volt. A Jászhegy-Szolnok megyei önkormányzat és a megye 20 városa közötti együttműködési megállapodást Karcag városa nevében én írtam alá. A megyei önkormányzatot Kovács Sándor elnök úr képviselte. 24-én Fejes László Jákob Lajtorjája című könyvét mutatták be a Dériné Kulturális Központban. A bemutatón jelen voltak Pánti Ildikó és Kovásné Kerekes Katalin képviselőasszonyok. 25-én az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület tartotta Életút pályázat címmel Karcagi Roadshow-ját, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott. Karcag városát Kovács Szilvia, Pánti Ildikó és Kovásné Kerekes Katalin képviselték a rendezvényen. 25-én az Egy csók és más semmi című zenés végjátékot nézhették meg az érdeklődők a Dérinében. 26-án került megrendelésre a Lekvár Sándor labdarúgó torna. A torna részvevőit én köszöntöttem, és örömmel jelentem be, hogy 8 kiválóan felkészített csapat közül a karcagi csapat az első helyen végzett, a teljesség igénye nélkül a Budapesti Honvéd, a Loki, a Debreceni Sportiskola, stb. Jó nevű csapatok voltak ezen a tornán, tehát ez az eredmény mindenképpen dicséretre méltó, innen is gratulálok a labdarúgóknak és a felkészítőjüknek. 30-án kicsúszálláson a Jászhegy-Szolnok megyei önkormányzat vállalkozói fórumán Kovács Szilvia alpolgármester asszony képviselte Karcag városát, Kovács Sándor képviselőtársam a megújult megyei feladatrendszerről tartott előadást. Röviden az elmúlt időszak programjairól. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, rátérünk a napirendek megtárgyalására. Bejelentem, hogy az első napirendet közmeghallgatás keretében tárgyaljuk, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Tehát a közmeghallgatás most kezdődik. Aki kérdést kíván intézni, kérem jelezze. Monika, tessék, parancsolj! Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Az Állatvédő Egyesület anyagi támogatás iránti kérését szeretném önök elé terjeszteni. Mivel a november 29-i kérésünk nem talált meghallgatása, tehát nem kaptunk segítséget a lakosság tájékoztatásához, ezért mára már kezelhetetlenné vált a helyzet a városban. Reménykedtünk ugyan a segítségben, mert a képviselőtestületnek 3 alapító tag is tagja, és bíztunk benne, hogy szívükön viselik annyira az egyesületünk sorsát, hogy segítenek. Hát nem akartak, nem tudom, most tudomásul veszik-e már, hogy annyira sok az utcára dobott befogadásra váró kutya, hogy helyzetünk tarthatatlanná vált, ellátásokat nem tudjuk miből fedezni. Egyesületünk, mint minden civil szervezet állami, társadalmi feladatot végez, abban segít be, közhasznú tevékenységünkkel a közjavát szolgáljuk, a város lakossága érdekében dolgozunk önkéntesen, minden ellenszolgáltatás nélkül. Sajnos sem megbecsülést, sem segítséget nem kapunk a várostól, ezért jelenlegi kritikus helyzetünkben minden lehetőséget kihasználva segítségért fordultunk a város lakosságához. Segélykérésünk nyilvánosságra kerülését követően a kisjövedelműek, a nyugdíjasok és természetesen a jobb anyagi helyzetben lévő emberek közül is, akiknek a pénz nem altatta el még a lelkét, a felelősségérzetét, azonnal adományokkal sietett segítségünkre, megértve, hogy élőlényekről van szó, akiknek ma is, holnap is enni kell adni. Mi mindent elkövetünk, minden kapcsolatunkat megmozgatjuk, hogy minél több kutyát tudjunk örökbe adni, és újabb ártatlan áldozatokat fogadhassunk be.
Biztosak vagyunk abban, hogy megoldásként fel sem merül önökben, hogy tömeges altatás vagy Ukrajnához hasonló kutya pogrom legyen Karcagon, hiszen Karcag büszke város, ezt nem engedheti meg magának. Tehát másképp kellene kezelni, másképp kellene állni ehhez a helyzethez. Hát akármennyire mulatságos is, de nekünk nem az. Nekünk az életünk megy rá arra, hogy nem vesznek komolyan bennünket. Pedig állami feladatba segítünk be. Mivel a város előjáróinak, tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak sem lehet közömbös ez a helyzet, mert, mint már említettem, közös a munka, tehát közös a felelősség is. Járuljanak hozzá a többszörösen megnövekedett állomány ellátásához. Ezt szeretnénk kérni, hogy magánemberként is tegyék meg, mert ilyen példák vannak, hogy a mai folyószámlánkra egy rokkant ember, aki egész megsérült a rally versenyen, Sántani Szabó Erzsike, 35 ezer forintot utalt át nekünk azzal a megjegyzéssel, hogy állateled elvásárlásra. Ezzel szemben végignéztem mind a három állateledelboltban az átutalásunkat, egyetlen képviselőnk se segített még eddig, én bízok benne, hogy csak még eddig. Most itt megjegyzem, hogy köszönjük szépen a héten kapott 10 zsák száraz tápu adományt, nagyon örülünk neki, ez 3 napra elég a kutyáknak. Most ezt nem lekicsinlően mondom, ennek is nagyon örülünk, de hogy magánemberként senki nem segített, ez azért egy kicsit elgondolkodható. Lehetőség van állateledelboltokban vásárolni, az emberek többsége így csinálja, tehát természetben ad adományt, támogatójegyet lehet nálunk vásárolni 500 és 1000 forintos címetekben, és készpénzadományjal is lehet segíteni. Mind a 3 esetben tésztábizonylatot állítunk ki, és nyugtával ismerjük el a segítséget, sőt a honlapunkra név szerint tesszük fel az adományozók nevét, és megköszönjük a nagy lelkűségüket. Most elmondanám még, hogy örömmel értesültünk arról, hogy 400 millió forint rendkívüli támogatást kapott a város. Tudjuk, hogy a képviselőtestületnek jogosultsága van rendhagyó esetben rendkívüli anyagi támogatást adni. Azt tudjuk, hogy nagyon sok helye van ennek a pénznek. De ha reálisan végig gondolják, valószínű, hogy az állatvédelemnél rosszabb helyzetben lévő terület nemigen található a városban. Az állatvédelmet sajnos központi alapból nem támogatják, pályázatokon sem lehet pénzhez jutni már. 2012-ben 2 pályázatunkról kaptunk értesítést, hogy szakmailag megfelelő volt, de egyszerűen érthetetlen módon várólistára teszik le, nem tudjuk milyen módszer ez most, és még azóta sem fizették ki. Ehhez jött még ez a megalapozatlan, meggondolatlan csípbeültetési törvény, mert nem lett előkészítve. Évekkel ezelőtt már tenni kellett volna ezért, tehát ezt így nem lett. Egy meglévő helyzetet kell kezelni, nem nulláról indulunk, hogy ne tartson kutyát az, aki nem tudja kifizetni. Most megvannak ezek a kutyák, ezt valahogy kezelni kellene ezt a helyzetet, és kire számítsunk, ha nem a város vezetőire. Ez annyira közös érdek. Igaz, hogy közvetve mondhatják, hogy mi nem közhasznú munkát végzünk, de igenis a besorolásunk is közhasznú, és ha közvetve is, de a város lakosságának az érdekeit szolgáljuk. Most olyan kilátástalan helyzetben vagyunk, hogy, és tudjuk, hogy önökön múlik, sikerül-e ezen a helyzeten túllépni, és kapunk-e valami segítséget, mert csináljuk szakadásig. Kértük jegyző urat, hogy látogasson már ki, hogy tudja, hogy miről beszélünk. De még választ se kaptunk. És ennek a helyzetnek nagyon nagy részben az az előidézője, hogy decemberben, november 29-én kértük, hogy legalább 5-10 soros értesítést a városlakosságának, hogy nem indul egy büntető komandó január 1-jével, ne dobják ki a kutyákat. Ennek ellenére semmi nem jelent meg, és itt van a helyzet, kezelhetetlen, de ezt nem lökheti ki a város vezetése a nyakából, mert mi csak besegítünk, mert a mi lelkünk már érett annyira, hogy nem tudjuk elnézni, hogy azokat a szerencs élőlények. Az ember nem tudom miért hiszi azt, hogy kizárólag használhatja a földet. Nem, minden élőlényé a föld, és mindannyiunk kutya kötelessége odafigyelni ezekre az állatokra, és humánus módon kezelni. Köszönöm szépen, és én reménykedem a magánadományokban, és a város segítségében is. Köszönöm. Köszönöm a felvetést. Én tudom nagyon jól, hogy eletném annyit, valóban kőkeményen a szívén viseli a állatoknak a sorsát, így a kutyák sorsát is, mint ahogy az Állatbarátok Egyesülete minden tagja teszi. Ez egy nagyon fontos és szép dolog, és köszönet illeti azt a munkát, amit végeznek.
embert próbáló munka, amit ők ellátnak, ez tagadhatatlan. Azért néhány dologban szeretnék kiegészítést tenni. Az Állatbarát Egyesület a várostól nagyon sok támogatást kap, ha más nem mondok, ingyen kapták meg azt a telepet, amit használnak a mai napig. Ez már önmagában is egy óriási segítség szerintem. Tudomásom szerint a város egyik cége a közelmúltban 100 000 forintos adománnyal segítette az Állatbarát Egyesületnek a munkáját. Ezt említette is Manyika. Lehet, hogy csak 3 napra elegendő ez a 100 000 forint, de akkor is egy komoly adomány, úgy gondolom. Azt azért egy picit túlzásnak tartom, és a tisztelt képviselőtársaim nevében ki is kérem magamnak is, meg az ő nevükben is, hogy bárki kutakodjon, hogy ki mennyi pénzt hagy bizonyos boltokban, bizonyos árukért. Ez azért már a meggyőződésem, hogy bár közszereplők vagyunk, de a személyiségi jogokat is sértheti, és egy csöppet nem tartom elegáns dolognak, mint hogy mi sem érdeklődünk, hogy ki hova költi a pénzét. Szerintem ezzel kár volt előhozakodni. Egyébként erről is rossz az információ, mert én magam a csarnokban lévő üzletben szoktam vásárolni, és azt fel szoktam ajánlani, oda szoktam adni az Állatbarát Egyesület bizonyos tagjainak. Mikor, kinek? Tehát erről is rossz volt az információ. Ugyanolyan élőlények, és nagyon sokan vannak a kutyák, mint bármilyen más a Földön élő élőny. Természetesen így van. Ha Elekné Manyika és az Állatbarát Egyesület tagjai jönnének bizonyos fogadó napokon, mondjuk a hétfő délelőttön, vagy a kedd délutánon ide a Városházára, és meglátnák, hogy mennyi embernek kell segíteni, akik ugyanolyan élőlények természetesen, mint a kutyák, akkor lehet, hogy egy picikét a követelőzési vagy kérési kedv változna, hiszen pertinak meg nem tudom mondani, hogy hány kutya van az állattartó telepen az Egyesület gondozásában, de itt olyan 60 fők szoktak megjelenni ezeken a fogadóórákon, akik mind segítségre szorulnak, és ez mind pénzébe kerül az önkormányzatnak természetesen. Tehát itt is valamilyen egészséges egyensúlyt meg kell tartani. Mindenkit egyformán, kutyát, macskát, embert egyformán kell mérni, de én azért egy picikét az emberek javára billenteném a mérleget. Tehát kicsiket tudunk adni mindenhova. A csip helyzetről. Évekkel ezelőtt tudta minden kutyatulajdonos, hogy erre sor fog kerülni. Hosszú évet álltak a rendelkezésre, hogy felkészüljenek a kutyatartók arra, hogy ez valamikor határidős lesz. Természetesen tudjuk nagyon jól, hogy bizonyos esetek alkalmával, így a veszettség elleni oltás vagy eboltás alkalmával és ilyen kiadásokkal járó orvosi beavatkozások alkalmával az állattartók, nem mondanám őket felelős állattartónak, természetesen az utcára hajtják az állataikat. Szörnyű dolog, én is elismerem. Én is szoktam találkozni Kóbor Rebekkel, nem is kevéssel. Sajnálom is őket. Természetesen azokat az embereket is sajnálnám, akiket ezek a kóbor kutyák esetleg megmarnának, ezzel súlyos sérülést, vagy még komolyabb bajt okozva. Erről is szoktunk hallani, erre is volt már példa, nem Karcagon, hanem máshol, de a veszélye fönnáll. Én fölhívom minden állattartó figyelmét arra, hogy nagy-nagy felelősséggel tartson kutyát például. Annak legyen valóban gazdája, jó gazdája, hiszen ennélkül nem fog működni, ennélkül az Állatbarátok Egyesülete is egy lehetetlen és nehéz helyzet elé lesz állítva, ugyancsak az önkormányzat is. Közös érdek, hogy valóban ez a csippes dolog, ez valamilyen gátat szabjon a partalan szaporulatnak. Ha ez nem lenne, akkor ezt örökké magunk előtt görgetnénk. Én ezt a csippes megoldást támogatom, egyébként nem az önkormányzat határozott így, ez egy kormányrendelet, ez egy jogszabály, mi ezt nem kérdőjelezhetjük meg,
Még egyszer mondom, volt megfelelő felkészülési idő erre, és innentől kezdődően még csak nem is az önkormányzat fogja ellenőrizni, hogy a csippek beültetésre kerültek-e. Akkor derül ez ki, amikor az állattartó el fogja vinni mondjuk oltásra az állatot, vagy megbetegszik a kutya, és akkor kihívja az állatorvost, és akkor az állatorvos meg fogja nézni, és megfelelő szerveknek, nem önkormányzati szerveknek fogja jelenteni. Én mindentől függetlenül azt mondom, hogy azt tartson kutyát, aki ura tud lenni, és megfelelően tudja gondozni, és ebbe már beletartozik a csip beültetése is. Még egyszer mondom, szörnyű dolognak tartom, hogy gonosz lelkülettel kiteszik ezeket az állatokat, de ezzel veszélyeztetik a lakosságot is természetesen. Gondoskodni kell róla, hogy ez ne legyen meg. Ebben természetesen az Állatbarátok Egyesülete is gondoskodik, és még egyszer mondom, hálásan köszönjük ezt. Drága Manyika, erre nincs lehetőség. Ez most nem ilyen kérdez-felelek dolog, ez közmeghallgatás, egyszer föltetszett tenni 5 percben a kérdést, én reagáltam, és innentől kezdve a szót nem tudom megadni. Sajnos, Manyika, nincs lehetőség. A következő közmeghallgatáson, vagy egyéb más fórumon, ügyfélfogadáson állok rendelkezésre. Tessék? Értékű, hanem 20 ezer. Nagyon jó. Tessék utána nézni, 100 ezer forintos élelmiszer adományt adott az önkormányzat egyik cége az Állatbarátok Egyesületének. Rossz az információ. Igen, tessék utána nézni. Van-e további kérdés? Nem. Tóth Dezső úrnak adom meg a szót. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a testület tagjait, kedves közönséget, és minden itt lévő. Arról a kérdést szeretnék kérdezni, hogy ezzel a szociális szövetkezet, ami akart lenni, ezzel mi a helyzet? Mert Molnár Pál úr adott nekem egy lehetőséget, hogy 15 embert szedjek össze. Én erre nagyon szeretnék ráfigyelni, mert körülbelül három éve már ezt, amikor én kértem ezt a lehetőséget. Igaz, hogy nekem nem áll módomban, mint szervezet vagy bármi, mint magánember, indítványoztam, mert én is úgy gondoltam akkor, hogy indulok a kisebbségi önkormányzatban. Mivel hogy ezt nem tudtam megvalósítani, mert nem adtam le azt a papírt, amit kellett hozzá. Én ezt nem bírtam megvalósítani, de ebbe a programban én szeretnék részt venni. Sőt, több emberrel beszélgettük már ezt nagyon sok ember már erre vár is. Sőt, miniszter úrnak ezt a kérdést feltettem egyik alkalomkor, reagált is rá, akkor is megígérte, hogy ezt meg fogják valósítani. Mink ezt nagyon szeretnénk, mivel hogy a közmunkaprogramban is, én úgy gondolom, mint egy átlag ember, hogy a közmunkaprogram is lehet olyan, ami profitot termel. Én ezt már itt a képviselőtestületben is nagyon sok embernek feltartom, sőt, kértem, hogy támogassák. Hála Istennek most úgy tudom, hogy támogassák már. És szerintem ez egy csodálatos jó program, mert legalább az embereknek munkakedvet is adhat, sőt, a termeléshez. Visszafele menjünk a régi időbe, amikor mink is termelhettünk, és nagyon szépen köszönöm ezt, hogyha ez megvalósul. Csak még annyit szeretnék ezzel kérdezni, vagy kérni, mert ezt nem tudom, mert miniszter úrral még nem beszéltem, de szeretnék vele valamilyen formában kommunikálni, mert nekünk azt ígért, hogy ebből lesz egy szociális szövetkezet. Ugye a szociális szövetkezet az szerintem laikusan gondolkozva más foglal magába. Ha ezt meg tudnánk valósítani, szerintem ez nagyon jó program volna, sőt, nem csak én szerintem, hanem nagyon sok olyan ember, aki agrár végzettséget tett le itten, mert hála Istennek el is sok olyan emberrel beszélgettem erről, mert mindenütt felmerem ezt vállalni, meg felmerem tálni, mert szeretnénk mink is olyannal foglalkozni, ami a
közösségnek, meg az államnak, meg Karcsok városi önkormányzat, bárminek egy olyan profitot termelne, ami nem csak kiad, hanem bevesz is. Mert ugye itt van az önétkeztetés, mert én erre gondolok, hogy ebbe szeretném bedolgozni. Sőt, olyan iparok vállalatokhoz, ahol olyanokkal foglalkozok, akik ezt feldolgozzák. Mert mi vagy nekünk erre lehetőség nincs, sajnos. De én mint ember ezt is szeretném, meg nagyon sok mindent. Mert ez a munkaprogram, hogy profitot termel, ez egy nagyon csodálatos dolog szerintem. Meg még egyetlen egy kérésem volna a polgármester úr felé, meg tisztelt testülethez. Vannak ezek a csárjátások. Csárjét, mert vannak ilyen árkok, csárje. Olyan, hogy ezek az emberek, hogy ne csináljanak olyan dolgot, ami nem szabályos, és ebbe segíteni, és én is segítenék, mint polgárőr, kimennék velek felügyelet alatt. Szeretném, hogyha úgy kapnának írtást megfelelő módon rendesen elvégezve. Mert nagyon sok ember erre rá van szorulva. Mert azt mondjuk, hogyha a jószágok rá vannak valamilyen támogatásra szorulva, mint a kutyák is, bárki, az emberek még jobban, mert sajnos a mai világban most, mivel hogy három hónapon egyfolytában nem tudnak dolgozni az emberek, nem tudnak keresni. Csak segélyből élnek. Sőt, szerintem az nagyon kevés, ezért volna jó ez a munkaprogram is, mert akkor több időt tudnak elfoglalni munkába. Becsületes bérje. Meg még polgármester úr, egy kérésem volna, sőt nem kérésem, én sok emberrel beszélgetek, és ami azt mondom, hogy szerintem se reális, hogy hetente fizetés. Szerintem ez, meg az emberek szerint is ez valahogy olyan sértő nekünk. Mert azt mondják, valamikor én ezt hallottam, hogy a uzsolások miatt. Minket ez nem érdekel, ez a hatóságra tartozik. Mert nekünk az, hogy kifizessünk dolgokat, az egy héten a 10 000 forintot valaki megkap. Szerintem, ha elgondolkozunk rajta, az nekünk ez valahogy nem jó, mert nem tudjuk kifizetni. És nagyon sok embernek van hátraléka villanyban. Igaz, hogy most csökkentett a kormány, hála Istennek, hogy ezt is elértük. Sőt, köszönjük nekik. De ez még nálunk, szerintem ez egy óriási nagy probléma. Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdéseket, Tóth úr. Az idő is lejárt, meg úgy látom, hogy a kérdésekből is kifogyott. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, Tóth Dezső úr rendszeres látogatója a fogadó óráimnak, és mindig szokott tájékoztatni, felvilágosítani arról, hogy milyen úton és módon lehetne ezt a szociális szövetkezetet létrehozni és jól működtetni. Hálásan köszönöm ezt Tóth úrnak, többször beszélgettünk már erről. Mindig tanul az ember ezekből a beszélgetésekből a fogadó órán is természetesen, és nyilvánvalóan Tóth úr is tudja nagyon jól, hogy elindultunk egy úton, erről már korábban tájékoztattam. Pontosan a mai testületülésen lesz egy olyan napirendi pont, ami ezzel találkozik, hiszen egy olyan területet szeretnénk létrehozni, ahol növénytermesztéssel fogunk foglalkozni a start mintaprogram vagy munkaprogram keretében. Tehát Tóth Dezső úr itt nyitott kapukat dönget, és megkezdjük azt az utat, ami esetlegesen, ha jól sikerül, akkor a szociális szövetkezet irányába fog bennünket elmozdítani. Nyilvánvalóan először ezt ki kell próbálni, megfelelő gyakorlatot, tapasztalatokat kell szerezni ebben, és onnantól kezdődően számítunk minden dolgos kézre és minden jó munkaerőre. De ezt Tóth úr nagyon jól tudja, hiszen ezt már számtalanszor elmondtam fogadó órákon, véleményünk ebben egyezik. De ha bármikor máskor is van újabb ötlete, akkor szívesen látom, és akkor tovább beszélgethetjük ezt a témát. A cserjézés az egy kicsikét bonyolultabb dolog, mert egyelőre a fáknak a védelméről kell kőkeményen gondoskodni, megszaporodtak tudnilik
a falopások az utóbbi időben, és az eléggé veszélyes dolog lenne, hogyha cserjézésre adnánk engedélyeket, hiszen azt valamilyen formátumban ellenőrizni is kellene, mert nem biztos, hogy mindenki meg tudja a cserjét különböztetni a fától. És itt ebből bonyodalmak származhatnak. Na most tudomásom szerint, aki a Start korábbi programjában részt vett, mint közmunkás, azok megfelelő mennyiségű cserjével lettek ellátva, pontosan azokból az irtásokból, ami történt a külterületi utak mentén. Tehát innentől kezdődően az remélhetőleg az emberek rendelkezésére áll, ha nem adták el véletlenül akkor. Én nem javaslom a cserjézésnek a kiterjesztését bármilyen engedély formájában, mert azt ellenőrizni szinte lehetetlenség lenne. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés a közmeghallgatás keretében? Tessék, parancsoljon! Jó, tisztelős vagyok, amit van, aki ismer, az MSZP-nek az elnöke. Egyetlen olyan kérdést szeretnék költeni, hogy itt a posta mellett ugye évek óta üres a terület. Hogy mi annak a sorsa? Ugye annak idején a sok épületet megvásárolták, lebontották, ugye úgy volt, hogy egy bevásárló központ fog épülni. Most látod, nagy táblán ki van írva, hogy eladó. Ki él a terület, és mi lesz vele? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdés az a fürdővel kapcsolatos lett volna, de a dr. Lukács úr már előtte. Annyit még azért szeretnék hozzá kérdezni, hogy terveznek olyat, hogy a lakosság részére, aki itt lakcímkártyával el van látva, hogy kedvezményes belépőt adjanak. Tudnélik, több fürdővárosban van ilyen, és több fürdővárosban a lakosok olyan mértékű belépési engedélyt kapnak, közben 50%-os belépési jegyet kaptak. Hogy itt a városban az ilyet tervezik-e a képviselő testület. Egy dolgot még szeretnék megkérdezni, hogy az idén lesz-e olyan, hogy a nyugdíjas kluboknak valamiféle támogatás van-e előirányozva, vagy pedig a törvényben elértek szerint lehet pályázni valamennyi pénzösszegre. Mert ugye le van írva a törvényben, hogy milyen formában lehet ugye támogatást kérni az önkormányzatok, de a kimondottan az ilyen nyugdíjas klubok, akik semmiféle úgyhogy szövetség, csak magukat látják el, hogy ezekre lehet-e valamilyen úton módon pályázni valami. Tudom, hogy a pénzösszeg az véges, meg nem áll az önkormányzat olyan jól, hogy egy ilyen kisebb nyugdíjas klubokat tudjon támogatni. Utolsó sorban ez nem kérdés, hanem csak egy bejelentést szeretnék tenni. Ugyan a városban többen megkérdezték tőlem, hogy mint az MSZP szervezete, hogy megszűnt-e. Hát nem szűnt meg, a szervezet megvan, egyedül csak a pártokházába az irodát adtuk le. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt ki terjesztette így el, hogy létezünk, élünk, és akinek akármilyen gondja van, a pártokházába, postaládába, bármilyen kérdést, vagy akármilyen problémája van, vagy telefonon fölhívtak, nyugodtan segítek mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm a kérdéseket a posta melletti üres területről. Ki a terület? Őszintén megmondom, sejtelmünk sincsen arról. Egy biztos nem az önkormányzaté. A történet a következő. Ott, mint ahogy az itt ülők nagyon jól tudják, önálló ingatlanok voltak, és így utólag rekonstruálva a helyzetet, a Lidl szeretett volna oda építkezni. De a területet nem maga a cég vásárolta meg, hanem különböző strómanok útján próbálta megszerezni, meg is szerezte tulajdonképpen, illetve fölvásárolták az ingatlanokat. A helyzet úgy alakult, hogy mégsem kezdték meg az építkezést, de azt nem tudjuk, hogy most a fölvásárló emberek tulajdonában maradt ez a földterület, vagy átvette tőlük a Lidl cég. Ez nyilván egy üzleti titok, erről nem is tudhatunk, nem is tudunk utána járni. Egy biztos, hogy én sem örülök, hogy ott ez a sed égtelenkedik a város kellős közepén. Valamilyen megoldást bizonyára kellene találni.
szerintem arra nekünk nincsen lehetőségünk, hogy ezt a területet a fogalmunk nincs kitől visszavásároljuk, mert olyan irreális magas összegekért vették meg azokat a területeket, hogy erre az önkormányzatnak sem pénze, sem akarata nincsen. A piaci áron jóval túl vásárolták meg ezeket a földeket. Lehet, hogy a Strómanok nyakában maradt ez, nem tudhatjuk. Szerintem igen, mert a Lidl is nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy ne dobálja ki a pénzét, és csak akkor fektessen be, ha valamilyen haszna származik ebből. Nyilvánvalóan az önkormányzat megakadályozni semmiképpen nem tudta volna, hogy oda építsen egy üzletközpontot. Egyébként hallottam ilyen híreket, olvastam ilyen-olyan kallódó újságokban, hogy az önkormányzat akadályozta meg, nem is tehetné. Hát ha az építési engedélyeknek megfelel, akkor természetesen felépítheti. Tehát az önkormányzatnak ebben nincsen beleszólása. Az más kérdés, hogy én is kinyilatkoztam sokszor, hogy egy csöppet nem örülnék, mert egyetlen ember nem tett föl közmeghallgatáson kérdést azzal kapcsolatban, hogy Karcagon nem tud megfelelő mennyiségű helyen vásárolni. Egyszer sem volt itt tüntetés a városháza előtt, hogy az emberek nem tudják hol elkölteni a pénzüket. Így ebből arra lehet következtetni, mert egyébként én is Karcagon élek, és itt a belvárosban körülbelül 100 méteres körzetben lehet találni üzleteket, ahol mindent be lehet vásárolni, és én ezért nem különösebben örültem volna, ha ott a nagy és balesetveszélyes postai csomópont mellett egy másik balesetveszélyes behajtó lenne kialakítva egy üzletház miatt. De még egyszer mondom, megakadályozni ezt semmiképpen nem tudtuk volna. Ez nem is volt szándékunkban természetesen, tehát ezek rémhírek. De az, hogy a terület ki, nem tudom. Valamilyen megoldást mindenképpen kell találni, és biztos, hogy azok, akiknek a pénzük benne fekszik, előbb-utóbb találni is fognak. Odáig tudtunk eljutni, hogy a terület gondozását azért mindenképpen megköveteljük azoktól, akik megvásárolták a területet. Köszönöm szépen erről. Fürdőbelépővel kapcsolatban, ahogy már említettem egy korábbi felvetésnél, hát fogunk tudni egy kedvezményes bérletet kialakítani addig, amíg a teljes strand el nem készül. Akkor is figyelembe fogjuk venni azokat a rétegeket, akiknek a pénzük nyilvánvalóan kevesebb, nyugdíjasok, diákbelépő, az mindig jutányosabb, mint egy teljes belépő, és olyan árakat úgysem tudunk és nem is szeretnénk megállapítani, ami irreális lenne az odalátogatók számára. Tehát azért így aztán ez természetesen egy kis bevételkiesést is okoz a cég számára, de ezt föl kell vállalni. Hiszen, hogyha rentábilissá akarnánk tenni, akkor elérhetetlen magas összegekért kellene a jegyeket adni. Tehát mindig van kompenzáció. Nyugdíjas klubok természetesen pályázhatnak, mindig van olyan pénzösszeg, amit erre szállna a Karcagvárosi Önkormányzat, hogy segítse, támogassa a nyugdíjas klubokat. Nyilvánvalóan mindegyiket lehetetlenség minden évben támogatni, hiszen több mint 100 egyesület és civil szervezet működik nagyon helyesen ebben a városban. Hiánypótlás az ő munkájuk. Hol az egyik, hol a másik egyesület pályázat útján támogatáshoz juthat. Végül a bejelentéshez. Nagyon kérek mindenkit, hogy itt kérdést tegyen fel, bejelentést ne. Lehetőség szerint arra megvannak a különböző fórumok, ingyenes vagy fizetett lehetőségek, legyen az Karcag TV, Karcagi Hírmondó, ez nem a reklám helye. Ettől tessene tartózkodni. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Tessék, parancsolj! Üdvözlök mindenkit, Király Ferenc vagyok a Kisföldek közül. Amit felvetek problémát, azt már Csányi Sanyinak ecseteltem a fogadó napján, de most is szeretném elmondani. Visszatérve itt a postának, posta melletti dologra, én azt ajánlom, hogy amint valaki esetleg azt mondja, hogy ott bevásárló központ lesz, akkor ott a lakosok merevül zárkózzanak el ez ellen, sztrájkoljanak, mindent csináljanak, mert amiért most én szót kértem, én a Tesco áruháznál lakok, a körforgalom bejáratánál,
pontosan, a városból jövünk kifele. És azelőtt, mielőtt nem volt meg a Tesco, azelőtt egyetlen problémánk volt, hogy nagyon rossz volt az út. Dübögtek, teherkocsik, stb. Amilyen most a Kiskulcsos iskolánál. Miután meglett a Tesco, jó lett a köves út, az a cég, aki csinálta a körforgalmat is, nagyon rugalmasan járt el, mindent kikérdezett, hogy hogy legyen, mint legyen. Ez tulajdonképpen jól is alakult, hanem a körforgalomba kimenet, bemenettel kapcsolatos sebességkorlátozást szeretnék én valamilyen úton, módon esetlegesen elérni, mert itt két probléma van. Egy a hang, a másik pedig a szag. Tehát azt mindenki tudja, hogy nagyobb lett a forgalom, ha Tesco-tól kanyarodnak ki járművek a város irányba, ha Kisúj felől, pontosan mondjuk speciál a mi házunk előtt gyorsítanak. Az hanggal jár. Most nincsenek motorosok, ilyen szempontból egy kicsit csendesebb a helyzet, viszont vannak autós, úgymond cimboráim, akik este 11-kor, 12-kor, 1-kor, 2 órakor, 3 órakor is ugyanúgy bőgetik a Suzuki-t, mint ahogy kell lenne más helyeken. Na most, tehát egyszer van a hanghatás, a másik pedig a szaghatás. Most télen mindennel tüzelnek az emberek, ez egyértelmű, nem tudunk ellen mit tenni, ilyen-olyan büdös van, stb. A kisföldek azért való, hogy állattenyésztés is legyen, most már lehet, ez is nagyon jó dolog, elviseli az ember azt, hogyha trágyaszak van. Viszont azt mindenki tudja, vagy többen esetleg nem tudják, hogy a mai modern járművek, dízelek mindenféleképpen, borzasztó büdösek. Tehát az, hogy azt mondják, hogy részecskeszűrő meg stb., azelőtt, amikor az ifák voltak, csepelek, azokat szittuk, azoknak a füstje az ember orráig ér el csak, és a tüdejére nem. Ezt a doktorok biztos, hogy tudják. A mai járműveknek a dízelfüstje egyből a gyomorra, a tüdőre megy kapásba. Na most én még erre nem vagyok annyira érzékeny, mert autószerelő vagyok, de például a szüleim, a szomszédom jobbról, balról nagyon. Tehát amire most ki szeretnék végül is lukadni, hogy vagy a körforgalomban le kellene a sebességet korlátozni egy bizonyos mértékig, vagy azt kellene elérni, hogy a kivezető részén a város felé, illetve kisűszállási irányba, ott valami olyan erősebb záróvonalat hosszabban meghosszabbítva, hogy ne tudjanak előzni a járművek, mert van, aki betartja a szabályt, mert retteg a trafipaxtól, ami ellenünk van, de azért mégis mellettünk, és azt az egy konyat, ahogy a körforgalomban kijön, azt olyan gyorsan veszi be, ahogy csak tudja, de közben ott rágja a pogácsát meg, amit vett, és arra nem gondol, hogy avval olyan füstöt csinál, amit ő ott hagy. Ott hagy, ott azoknak a lakosoknak, akik ott vannak, utána már rögtön fékez a volt kis darálónál, már fékez, mert retteg, hogy esetleg nem ott áll a trafipax a temetőnél. Tehát valami közlekedési szakemberrel szeretnék minden esetre beszélni, hogy mit lehet ott csinálni, ami esetlegesen lehetne valami előre mozdulást jelentene a dologban. Egyébként tavaly voltam egy ugyanilyen gyűlésen, mint most, és ott felvetettem a polgármester úrnak írásba is, hogy volt ott az építkezés, körforgalom építkezésével kapcsolatosan egy meglévő probléma, magyarán két lyuk volt ott a körforgalom behatárolásánál. A polgármester úr megígérte, hogy ezt próbálja megoldani. Tulajdonképpen egy hónapon belül tökéletesen meg lett oldva, és még Szolnokról levelet is kaptam én az én a címemre, hogy köszönjük szépen a felvetést, hogy szóltunk, hogy valami probléma van. Na most, hogyha itt megnézzük itt a Kiskulcsos iskolánál az köves utat, hát én nem tudom, de én sok olyan helyre járok, ahol külföldiek is jönnek a minimalisztal kapcsolatba. Hát magamat szégyellem azokon az utakon, amilyeneken közlekednünk kell. Nem csak itt Karcagon, az egész országban. Bejön egy külföldi, és ezt látja, ezt az állapotot borzasztó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetést, a kérést. Végül is a lényeg az, hogy ott egy lassabb haladással bírjuk és kényszerítsük a gépjárművel közlekedőket.
Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim is, hogy tetszenek látni, van, aki még újságban is leírja azt a véleményét, hogy miért nem épül itt Algi, és ez a szörnyű, gonosz önkormányzat ezt megakadályozza. Másik oldalon meg azt mondják, hogy nem is kell bizonyára, nem biztos, hogy kell ennyi bevásárló központ, mert annak urbanizációs hátrányai is vannak, hát ilyen az élet. Nehéz nekünk megfelelni a minden lakos kérésének és véleményének. Ezzel mindenképpen egyetértek, hogy próbáljuk meg lassítani. Egyébként állami útról van szó. Én kérem Mester Ferenc irodavezető urat, hogy járjon el, ugyanúgy, mint a kátyú ügyében, és hát, hogyha sikerrel járunk, hogyha ott a közlekedési szabályok megengedik, akkor bizonyára a közút KHT majd ebben fog tenni lépéseket, és akkor nem kell ezt a légszennyezést elviselni az ott lakóknak. Ez így Király Ferinek nekem. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Tessék, parancsoljon. Zsolnai Béla úr. Én nem akartam hozzá, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, a hölgyek. Nem akartam, jelenlegyek. Nem akartam annyira hozzászólni, nem készültem föl, de azért egy két-három kérdést szeretnék. Egyik az, a Kossuth téri boltoknak a hátsó részénél, ahol a raktárak vannak, van egy olyan senki földje út, mert én csak úgy nevezem, annak a villanyhálózatával kapcsolatban szeretném megkérdezni, mi a helyzet. Ez az egyik. A másik. Van ott egy behajtani tilos tábla. Most hadd mondjam el, hogy 100 autó, ha elmegy ottan, abból 70 autó a behajtani tilos táblán megy el, 80-90 km-es sebességgel, még onnan eljön egy 20 autó. Ennek a megoldását szeretném, mert ha nem szükséges a tábla, akkor vegyék el onnan, és akkor valami megoldást csináljanak, mert ez tűrhetetlen állapot, hogy ottan addig még baleset nem történik, nem lesz semmit csinálva. Ez a másik kérdés, vagy hogy hívják, hozzászólásom. A harmadik pedig az, hogy a bio mellett ott van egy szeméttároló. Annak a megoldásával kapcsolatban kellene, mert az ottan senki földje, ottan a szemetet lerakják a kukába, a zsákot kibontják, a szél viszi, ott a környéken meg lehet nézni bármelyik nap, a környék tele van nejlonokkal, piszokkal, szeméttel állandóan. A harmadik, a rendőrségen én benn voltam. Parancsnok úrral beszéltem annak idején. Van egy ifjúsági klub, akinek aki működteti, tehát ez egy kis űrszállási, nem tudom kicsoda, és én elmentem hozzá, és meg szerettem volna beszélni vele, hogy amikor a klubot, illetve a tánchelyiséget üzemeltetik, ez egy szombati nap általában, hogy akkor jöjjenek ki, azt nézzenek körül, hát ottan arra hivatkoztak, hogy nekik van biztonsági őrük, de az csak a kapuig jöhet ki. A városban, hogy ki merre megy, abban ők nem foglalkoznak. Számtalan szombati délután ezt a rendőrség fogja igazolni, mert ez így van, éjjel 2 órától, vagy 12 órától, reggel 4 óráig a biónak, illetve a profinak a rampáján, akkor nálunk ott a sövénybe, meg a bejárati ajtónál a lépcsőknél, ott ülnek, társalognak, éjjel 2 órakor, 3 órakor hívjuk ki a rendőrséget. A parancsnok úr azt mondta, hogy ők nem tehetnek semmit azon kívül, hogy megkérik, hogy nagyon szépen távozzanak el innen. Hát szóval ez egy megoldás, akkor ez milyen törvény? És akkor ottan idős embereknek a lakásánál nem tudnak éjszaka nyugodni, pihenni, mert ott dorbézolnak, nem beszélve arról, hogy ugye építettük szépen ott sövényt a város részére, nem magunknak, a városnak a dísze az, de a háta mögött WC-nek használják a hogy hívják ott. Az embernek az ablaka alá oda piszkolnak, ott dohajkodnak, egyik kezükben a sörös, hogy hívják van, pohár, a másikban meg ott piszkolnak.
ezzel kapcsolatban. Hogy hívjátnak a vezetője, azt mondta, a klubnak a vezetője azt mondta, hogy az nem az ő emberei, csak szombaton van. Csak szombaton. Egész héten nincsen dorbizolás, meg odajárás. Csak szombaton. Ezzel kapcsolatban szeretnék valami megoldást. Vagy a rendőrséget úgy tájékoztatni, hogy legyen ott a biztonságos megoldás, vagy valami megoldást kérnék szépen. A harmadik, egy nagyon rövid leszek most már, egy felhívás, vagy szeretnék egy figyelemfelkeltést, hogy hívják, a profi bezárt. A profinak a kocsitároló része, az kezdődik lebontásra. Nem tudom, hogy kik, de most is eljöttünk, már az egyik cső ottan, nem tudom, ott lóg, le van szerelve, úgyhogy ha arra nem figyelünk rá, eltűnik az egész kocsitároló. Ebben kapcsolatban is valami intézkedés, mert köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, Béla bátyám. A szervizútnak a közvilágítása, világításának a elkészítése folyamatban van. Minden héten érdeklődök Nyester Ferenc irodavezető úrtól, hogy mikor jutunk el abba a stádiumba, amikor valóban a már beígért közvilágításot megvalósul. Egyelőre az engedélyekre várunk, és rajtra készen. Abban a pillanatban, hogy meg lesz, akkor ott a közvilágítás el fog készülni. Tehát semmiképpen nincs ez a kérés elfelejtve. Nyilvánvalóan komoly előírásokat kell betartani, és ez egy picikét lassítja a dolgot, de meg lesz, és akkor nagy valószínűséggel azok a fiatalok, akik nem tudom milyen klubból mennek ki, hol van az a klub? Igen. Valószínűleg azok a fiatalok sem fognak olyan nagy lelkesedéssel ott ülni, hogyha ez a terület meg lesz világítva, és más egyéb dologról meg nem is beszélve. A behajtani tilos táblát úgy szintén irodavezető úrral meg fogjuk vizsgálni, hogy célszerű, mint célszerű ott a közlekedési rendet kialakítani. Szeméttároló helyzete. Hát a szeméttároló az nagyon nehéz lezárni lakattal. Nyilvánvalóan, akik odahordják a szemetet, azoknak is felelőssége, hogy az belekerüljön a tárolóba, de azt is tudjuk nagyon jól, hogy van, aki kifeleszedi ebből, és akkor elszórja ott mellette. Egy biztos, hogy a városgondnokságnak a dolgozói a főteret nagyon rendben tartják, és sok munkájukba kerül az, hogy rend legyen. Ha mégis alkalomattán akad ilyen, akkor azért elnézést kérünk, és kérem igazgatórat, Molnár Pál igazgatórat, hogy fokozottan figyeljen erre a szeméttárolóra. A rendőrkapitány úrral én magam fogok beszélni ebben az ügyben, azért mégis ez nem igazán önkormányzati feladat, hogy a karcagi fiataloknak a magatartására ügyeljen az önkormányzat, a rendőrségnek kell hatékonyabban, hathatósabban fellépni és megakadályozni azokat a történéseket, ami ott éjjel zajlik, de nem kisebb a felelősség a gyermekek szüleinek sem, akik szintén megkérdezhetnék, hogy ugyan hol vagy kislányom, vagy kisfiam hajnal kettőkor, vagy még később, és hogyha ott voltál valahol, akkor mit csináltál például? Tehát azért ez ilyen össztársadalmi feladat, hogy valamilyen rend legyen itt. A profi tulajdonában van az a bizonyos kocsitároló. Sajnálatos módon a profi most bezárt. El nem tudom képzelni, hogy milyen oknál fogva. Lehet, hogy a forgalom volt kevesebb az átlagnál, más üzletek elszippantották a vevőkört. Ez az ő dolguk, hogy ott biztonságban helyezzék ezeket a szerkezeteket, de erre is fel fogom hívni kapitány úr figyelmét. Köszönöm a kérdéseket. Van-e további jelenkező? Tessék parancsolni! Sok szeretettel köszöntök mindenki. Győri Sándorné vagyok, Karcag-Madarasi úti lakos. A Kisvénkert Kékvirág utcai képviseletében lennék. Érdeklődési köröm lenne. 2008-ban pályázat útján készült volna ott a Köves út. Én ugyan
2011-ben írtam a polgármester úrnak egy kérelmet, hogy legyen kedves segítségünkre lenni, de ott a mai napig se lehet közlekedni. Ma is voltam kint, sík víz van, tiszta gödő. Rokkant kocsival is járnának oda ki. Szeretném megkérdezni, hogy ki tudna ebben nekünk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Szerintem mi. És fogunk is segíteni. Már vezető értekezleten tárgyaltuk ezt a dolgot. Egy picikét azért várni kell a jobb időre. Valóban az a út alatt már eléggé elhanyagolt állapotban van ott a Kékvirág úton. Mindenképpen fel fogjuk javítani azt az utat. Hogy nekem az nagyon fájt akkor is, mert ugye én szedtem össze a pénzt. Sok volt olyan személy, aki csak 500 forintot tudott egyszer adni, de a megbeszélt összeget kifizették. Viszont vannak olyan felvásárlók, akinek 5-6 kert földje van, és egy fillért nem adott bele, azt mondta, hogy az önkormányzat nem kéri, tehát nem volt kötelező fizetni. Viszont tényleg olyan emberek fizették azt a költséget, akik 20-25 ezer forintból éltek, és nincs megoldás azóta se. Köszönöm szépen! Kedves asszonyom, azt én, az önkormányzat nem érheti el, nem kényszeríthet senkit arra, hogy bármilyen összeggel, vagy milyen összeggel szálljon be egy kerti útalapnak a költségébe. Már kiteszi, hogy eladó sürgősen, viszont ahhoz meg nem jár. Olyan igazságtalanságnak tartom ezt végül is. Én magam is annak tartom, de még egyszer mondom, hogy erre nincsen törvényi lehetőségünk, hogy bárkit is kényszerítsünk. Ez egy útalapépítő közösség volt, mindenki tudott arról, hogy ott egy ilyen útalap készül, mindenki a tehetségének megfelelően kellett, hogy beszálljon ebbe a dologba. Az önkormányzat erre nem tudja kényszeríteni. Sincs akkor megoldás erre. Hát arra, hogy ki mennyi pénzzel szálljon be, arra semmiképpen, arra viszont lesz megoldás, mert valóban tárgyaltuk, hogy ott az a Kékvirág útalapjának a felújítása megtörténjen. Köszönöm szépen. Én köszönöm a kérdést. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor a közmeghallgatás végére értünk. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a nagyszámú érdeklődést és látogatottságot. 10 perc szünetet rendelek el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tessenek a üléstermet elfoglalni, üléshelyeket. Folytatjuk munkánkat. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, első napirendi pontunk megtárgyalását javaslom, amely előterjesztés Karcagváros önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez. Tisztelt jelenlévők, az egyik, hanem a legfontosabb rendeletünk megtárgyalása következik, hiszen ez határozza meg az egész évi munkánkat, egész évi gazdasági lehetőségünket. Ahogy ez lenni szokott, több lépcsőben jutottunk el odáig, hogy a koncepció elkészüljön, és a koncepció után egy olyan rendelettervezet kerüljön ide a képviselő hölgyek, urak kezébe, amit jó szívvel tudunk ajánlani. Sok bizottsági ülés, nagyon kemény munka következménye ez, hogy egy olyan előterjesztés van előttünk, ami meggyőződésem szerint jó lelkiismerettel támogatható. Én felkérem a szakbizottság elnökét, mondja el véleményét erről a napi rendi pontról. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Karcagváros önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 2 alkalommal tárgyalta, részletesen megismerte az anyagot és javaslatot tett a hiány megszüntetésére. Mára kialakult a költségvetési egyensúly, melynek alapján a képviselőtestület elé beterjesztésre kerül a rendelettervezet. A 2013 évi gazdálkodásból az alábbi főbb folyamatokat emelném ki. Nagyon fontos,
hogy az önkormányzatnál, a hivatalnál és az intézményeknél nem tervez létszámleépítéssel önkormányzatunk, megőrzi a meglévő munkahelyeket, ezzel biztonságot nyújtva a dolgozóknak. Hasonló a helyzet az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében is, így különösen a Nagykun Víz és Csatornamű Kft-nél, ahol jelentős átalakítások történtek az elmúlt év végén. Új adónem nem kerül kivetésre. Adókedvezmények nem kerültek megszüntetésre, ezzel a lakosság terheit nem növelte tovább az önkormányzat. A fizető parkolási rendszert nem kívánja bevezetni önkormányzatunk. Nem emelkednek a vízdíjak. Kultúrára, sportra az előző évhez képest nőttek a költségek, tehát a kultúrára, sportra. A rendezvények száma is emelkedni fog. A költségvetés fedezetet nyújt a fejlesztések végrehajtására is, így megújul a Kuten úti óvoda 126 millió forintos összegben. Felépül a sportpályán az öltöző. Megkezdődik a szociális otthon felújítása, folytatódik az ivóvíz minőségi javító program, elkészül a karcagi szeméttelep rekultivációja. Előkészítés, illetve elbírálás alatt a következő pályázatok vannak. Házi orvosi intézmény felújítása, geometrikus energia hasznosítása, szociális otthon, fürdő, illetve kórházat illetően, városközpont rehabilitáció, amely érinti a Déri Néműfházat, a Városházát, valamint a piac felújítása is benne szerepel. A Karcagi Ipari Park Kft. Beruházásában folytatódik a Karcagi Ipari Park infrastruktúrájának kiépítése. Hozzákapcsolódóan munkahelyteremtő beruházásként megépül az elektronikai hulladékbontó üzem. Javítja az önkormányzat gazdasági stabilitását az adósságkonszolidáció, melynek hatására várhatóan 60%-kal csökken az önkormányzat adósságállománya. Az ivóvíz szolgáltatás bérbeadásával legalább 110 millió forint bevétel várható, melynek egy része a hálózat fejlesztésére fordítható, más részéből fedezhető például a karcagi strandfürdő működtetése. Szükség esetén az önkormányzatnak lehetősége lesz pénzügyi fedezetet biztosítani a strandfürdő beruházás befejezéséhez. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés gondos, takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott és megalapozott. A bizottság nevében elfogadásra ajánlom, és engedjék meg, hogy még a végén az itt a körünkben helyet foglaló Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgálónő jelentéséből idézzem a záró véleményt, mely szerint véleményem szerint a Karcagváros önkormányzata 2013. évi költségvetése az ismert bizonytalansági tényezők ellenére elfogadásra alkalmas. Köszönöm szépen, és javaslom az elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök úr, beajánlását a napi rendi pont megtárgyalása kapcsán, és nagy szeretettel köszöntöm Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgáló asszonyt. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, azt mindenképpen tudni kell, hogy egy alapvetően megváltozott törvényi körülmények között kellett ezt a költségvetést elkészíteni. Nagyban megváltozott körülmények között, hiszen, mint ahogy mindenki jól tudja, a tisztelt jelenlévők közül itt komoly ágazati átalakításokra került sor, aminek természetesen pénzügyi vonzatai is voltak, vannak és még lesznek is. Egyik legfontosabb tényező a sok közül például az, hogy ami újdonság, és eddig ezzel igazándiból nem találkozott a képviselőtestület, illetve nem találkoztak a képviselőtestületek, hogy nem lehet hiánnyal tervezni, tehát egyensúlyba kell hozni a kiadást és a bevételt. Ez megtörténik ebben a költségvetési rendelettervezetben úgy, hogy az elmondottakon túl megőrizzük természetesen a fizetőképességünket. Ez elhangzott, de megerősítem, hogy mindenképpen a munkahelyek megtartása
a célunk, és egy olyan költségvetés készült el, ami végrehajtható. Hiszen mindig azt a kritikát kaptuk az ellenzék tagjaitól a korábbi években is, és ezért is nem szavazták meg egyetlen alkalommal sem a költségvetési koncepciót sem, illetve a költségvetési rendelettervezetet sem, mert hogy az végrehajthatatlan. Az élet bebizonyította, hogy ez nem így van, hiszen az eddig ebben a ciklusban elmúlt években minden évet szépen be tudtunk fejezni. Meggyőződésem, hogy ez a költségvetés is egy olyan, ami megalapozott és végrehajtható. Én a legutolsó bizottsági ülésen említettem, hogy ez a lehetőségek költségvetése. Ebben még nagyon sok minden benne van ebben a költségvetési rendelettervezetben. Ha más nem mondok, a jövő héten fogunk leülni az állami szervekkel a konszolidáció kapcsán. Ott még sok minden változhat, és ott olyan nagy pénzekről van szó, hogy akár gyökeresen is befolyásolhatja ezt a költségvetést pozitív irányba. Mert mi a legrosszabb helyzetből indultunk ki mindig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném vitára bocsájtani ezt a költségvetési rendelettervezetet. Várom a kérdéseket, felszólalásokat, az építő kérdéseket és az építő felszólalásokat annak függvényében, hogy egy biztos pont van, hogy a költségvetésünk 2.922.612.000 forintra van belőve. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdéseket, válaszokat, véleményeket kérek. Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő társaim, tisztelt jelenlévők. Örömteli mindig egy ilyen vitaindítónak az elején felszólalni, meg lehet határozni a hangnemét, meg az irányát a vitának, illetve az álláspontok ütköztetésének. Én úgy gondoltam, hogy talán ez a költségvetési vita most egy párbeszéd lesz, és ahogy nem is olyan régen hallottam a Magyar Rádióban, hogy a párbeszédhez nagyon fontos a hallás. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy hallja meg azt az álláspontot is, amit az ellenzék képvisel a költségvetéssel kapcsolatban. Hadd kezdjem rögtön az elején, egy kicsit távolabbról közelítsük meg a költségvetést. Én a költségvetést mindig, mint egy, és lehet, hogy ez rossz a felfogás, mint egy problémát kezelem. Probléma azért, mert bizony tudjuk a magánéletből is, hogy nagyon nehéz kijönni egy bizonyos összegből, betervezni, hogy milyen kiadások vannak, milyen bevételek vannak, és végül is az embernek az egész élete majd, hogy nem körül forog, hogy ezeket hogy rendezi. Hát nincs ez másképp az önkormányzatnál sem. És ez a probléma, ez kettő dologban áll, vagy két nagyobb területből áll. Az egyik ilyen, az az állami támogatás, amit az önkormányzat kap, azért, hogy az állam által elvállalt kötelező feladatokat, amelyeket az önkormányzat testesít meg helyben és lát el, elvégezze, illetve más feladatokat, amelyekre támogatást kap, azokat elvégezze. A problémának ez az első része, ez láthatjuk, hogy egy kicsit olyan, hogy szűken mérte, úgy tűnik szűken mérte a kormány ezt a támogatást, amire úgy gondolta, hogy az önkormányzatnak el kell végezni a feladatait. Sorolnom azokat a területeket, ahol úgy gondolom, hogy meglehetősen szűkös lett. Rögtön az első, azok a szociális ellátások keretébe tartozik. Az államnak, illetve ezen keresztül már az önkormányzatnak is számos olyan szociális ellátandó feladata van, csak hogy néhányat mondjak, ebben az esetben ugye a lakás támogatást, vagy akár a foglalkozás helyettesítő támogatást, ami az utóbbi időben talán az egyik legnagyobb tétel lett, amelyre az állam ad valamennyi összeget, jelen esetben a foglalkozás helyettesítő támogatásra, ami 1300 fővel lett számolva a költségvetésben, adott összeget, és ehhez képest sokkal kevesebb, illetve sokkal többet kellene felhasználni erre. Tehát ezt a különbözetet kénytelen az önkormányzat hozzátenni ehhez, ez egy 20%-kal kevesebb, amit kap az államtól. Az egészében a szociális téren úgy tűnik az egyes adatokat összeadva, hogy egy 81 millió forintos hiányt kell kipótolnia, tehát egy kevesebb állami támogatást kell kipótolni az önkormányzatnak, ami ismerben ugye az önkormányzatnak ugye a fő kiadás és bevételi számai, azért már komoly tételnek nevezhető. De itt van a másik nehézség, ami szintén ebben a
az évben került elénk ez a közoktatási intézményeknek a, ha nem is a fenntartása, de azon üzemeltetése, amire fizetni kell méghozzá nagyon keményen 198 millió forintot egy évben. Ez bizony az önkormányzatnak, mint hogyha a 81 millió forintra elmondjuk, hogy nagyon sok, szintén egy óriási tétel, amit el kell végeznie, és ezekről a feladatokról még jókedvében sem mondhat le az önkormányzat, hiszen nem hagyhatja a város lakóit, illetve az ország állampolgárait enélkül a szolgáltatások nélkül. A másik a közvilágítás. A közvilágítás is, hogyha ha hinni lehet a számoknak, akkor 7 millió forintot kell hozzátenni az önkormányzatnak, tehát ennyivel kevesebb támogatást kapunk. De egészen az első fordulói még úgy tűnt, hogy a múzeumi, illetve hát a kulturális igazgatás terén is hozzá kell majd tenni egy közel 12-13 millió forintos összeget, időközben ez tisztázásra került. Tehát a probléma lényege elsősorban is ez az állami szintre koncentrál, vagy rosszul mérte föl, ebben az esetben az állam, hogy az önkormányzatoknak mekkora a teherbíró képesség és mit tudnak helyi közfeladatként, illetve szolgáltatásként ellátni. A másik probléma, hogy mint ahogy láttuk a vízminél, azt a iciri-piciri jövedelem teremtő képességét is, ami például a víz és csatorna művel megvolt, és könnyebben lehetett belőle gazdálkodni, azt is, ha úgy tetszik, elvette az állam, mondani, hogy állami kézben biztosabb kézben van a víz és a csatorna mű üzletág. A másik rész és a másik megközelítés, és ez talán érdekesebb mindenkinek, aki itt lakik, azok a helyi problémák. Ugye említettem, hogy nagyon sok kötelező feladat van, illetve önként vállalt feladat van, amit az önkormányzat ellát. A kötelezőre, mint mondtam, nem elég a támogatás. Az önként vállalt feladatokhoz, meg még az, hogy nem elég a támogatás, de sajnos a város nem rendelkezik olyan önálló jövedelemtermelő képességgel, amelyel ezeket tudná finanszírozni. És talán ez a helyi problémának az egyik legnagyobb rákfenéje, hogyha szabad így fogalmazni, hogy nincs meg az a jövedelemtermelő képesség, amivel Münchhausen báró ki tudná saját magát húzni fejénél, hajánál fogva a mocsárból a város. Tehát elmaradtak azok a korábbi beruházások, vagy akár olyan ipari létesítményeknek vagy cégeknek az ide települése, akik akár az iparűzési adót megemelhetnék. De a város sem gazdálkodott vele talán jól, vagy nem megfelelően mérte fel a lehetőségeit, ha voltak egyáltalán ilyen lehetőségek, hogy teremtsen olyan üzemeket, vagy teremtsen olyan vállalkozásokat, amelyek számottevően tudták volna gyarapítani ezeket a bevételeit, és ott állhatnánk, hogy a bevételek meghaladják a jelenlegi 810 milliós közhatalmi intézményi bevételeket a vagyonértékesítés nélkül. És hát akkor elérkeztünk egy másik problémához, hogy miket tett akkor a hivatal, hogy lefaragjuk ugye azt a hiányt, ami az első fordulónál megvolt, ami hozzávetőleg egy olyan 600 millió forintos hiány volt. Elnézést kérek, hogyha nem pontos, fillére pontos számadatokat mondok. A nagyságrend úgy gondolom a fontos, hiszen most nullán vagyunk, tehát az előzőeket kár lenne részletesen taglalni. Tehát amit tett, az elsődlegesen, amit fontosnak tartottam, az, hogy diétára fogta a hivatal dolgozóit, tehát itt nem az étel megvonásról van szó, hanem bizony, ha jól emlékszem, történt egy olyan félhavi bér csökkentés a hivatali dolgozói állománynál, ami lehet, hogy sok mindenkit érzékenyen fog érinteni, még hogyha az álláshelyek megőrzésre is kerülnek. Én úgy gondolom, és ez polgármester úrnak, illetve alpolgármester úrnak még nem mondtam, de most mondom, hogy lehet, hogy egy szimpatikus gesztus lett volna, mint egyébként a hivatal dolgozói felé, hogy adott esetben a saját tiszteletdíjukból, bár tudom, hogy ez törvényileg már szinte kizárt, mert a törvényben meghatározott összeget kapják. Hogy esetleg akkor is egyszerű félhavi illetmény fel lehetett volna a város gazdálkodásához ajánlani. Ami viszont veszélyeztetőben hangzik, az a komoly értékű ingatlan értékesítés, amit tervez a város. Nem tudjuk, hogy ebből a tervből mégis mi fog megvalósulni, de úgy néz ki, hogy a tervezett ingatlan értékesítés hozzáadatlan 199 millió forint értékben tervezi a város. Én nagyon remélem, hogy ez csak egy olyan kiigazítási számolat, amiben egyensúlyba lehetett hozni, az nullára lehetett hozni a költségvetést. Remélem, hogy a szándékától egyébként az önkormányzat el fog állni. Ezt előrejelzőképpen a vonatkozásban nem tudjuk támogatni semmiképp, sem a költségvetés, sem ezt a szándékot. Másrészt elmaradnak, és ehhez még a hivatal, elmaradnak a betervezett régóta várt felújítások. Nem lesz igazságtalan, magunk is indítványoztunk több olyan beruházás vagy felújítás, amiről le kell mondani a városnak. Bizony nehéz korszakot élünk, illetve nehéz időket élünk, és észrevően meg kell húzni azt a határt, hogy mit lehet felújítani, illetve milyen beruházásokat lehet végigvinni, vagy milyen elmaradásokat lehet pótolni. Nem vagyunk igazságtalanok, tehát mi is javasoltuk ezeket. Ezt csak a végeredménye a szavazás tekintetében mondtam, és ismételtem még egyszer. A sok kérdéllyel mellé még egy kérdéllyel felsorakozhatott volna.
volna, hogyha a Tiszamenti Regionális Vízművektől kapott 111 millió forintos bérleti díjat, hát most úgy tervezvén, hogy azt teljes egészében vagy részleteiben sem kell felhasználni. Ha fel kellett volna tüntetnünk egy részét a kiadási oldalon, ismételten komoly gondot okozott volna, hiszen azt, mint tudjuk, a csatorna felújításra, illetve adott esetben szerelésekre, vagy a állapot megóvásra kellett volna fordítani. Tehát ez is egy kérdőjel lett volna, de ez jelenleg nem tárgya a költségvetésnek. A javaslatok akkor, amiről még szeretnék beszélni, ugyanis az ellenzékről az a pletyka járt, de az a kijelentés volt vele kapcsolatban. Mi sose adtunk semmilyen fajta javaslatot, vagy nem adtunk valamilyen alternatívát, amire egyébként az volt a válaszunk, hogy ha odaülünk, illetve ha mi most ott vagyunk és polgármesterül lemond, akkor megmondjuk, mi az az alternatíva, ami mentén szeretnénk ezt a várost vezetni. De a javaslatainkat ettől függetlenül is mindig elmondtuk. A javaslatok között egyébként szerepelt, és ez az egyik fontos, indítson párbeszédet a kormánnyal a pontosan előbb említett szociális támogatások, illetve a szociális juttatások kifizetésével kapcsolatosan. Vállalja át az állam, ha érez magában annyi erőt, hogy teljes egészében ő finanszírozza, hiszen az önkormányzatnak ez már erőn felüli. Illetve tárgyaljuk újra, és ezt többször elhangoztattam, illetve elhangzott már más szájából is, tárgyaljuk újra komolyan a kötvénynek a megmaradó terheit, és ütemezzük át, vagy tárgyaljunk arról, hogy engedjék el, hiszen ez a másik fejlődési gát az önkormányzat asztalán. A negyedik ilyen, az pedig az előterjesztéseinek megfelelően javasoltunk több olyan csökkentést, amik bár kis összegnek tűnhetnek, egyrészt gesztusértékű, másrésztről pedig mutatván ugye az alaposságokat, szinte sorra-sorra mondhatjuk ezeket, így példálózóan mondom, alapjaiban gondolnánk újra a Karcag TV-vel való együttműködést, alapjaiban gondolnánk át a karcagi hírmondónak az üzemeltetését azzal, hogy a 7 millió forintra betervezett nyomtatvány, illetve vagy nyomdai szolgáltatás és terjesztési szolgáltatást meghagynánk, a maradékot piaci alapra helyeznénk. De mondhatnánk azt is, hogy ne sértődjön meg alpolgármester azt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget is megszüntetnénk ebben az esetben, de a tanácsnokoktól is elvennék a bérjét, illetve a tiszteletdíjukat a tanácsnoki posztoknak a megszüntetésére. Ezek lehet, hogy aprónak tűnnek, de úgy gondolom, hogy az előző szociális tétellel kapcsolatosan, és hogyha megnézi mindenki a fordulókban elhangzottakat, és a képviselőtársaim ezt tudja, csak az, amit az apró költségek elvételével előirányoztunk, az egy 111 milliós csökkentés lett volna még pluszban. Mindemellett, hogy egyébként sok helyen fette egymást a költségvetéssel, a hivatal álláspontjával a mi álláspontunk. Én úgy gondolom, hogy a Jobbiknak a hozzászólása, illetve a megjegyzései, ezek jobbító kritikai rendelkezések, illetve intenciók voltak. Le fogom lőni előre point, mindezek mellett sem tudjuk egyébként elfogadni a költségvetést, tehát polgármester úr most se fog bennünk csalódni, ha más nem, legalább ennyiben kiszámíthatóak vagyunk. És mint említette, hát ez a lehetőségek költségvetése, igen, tehát a lehetőségekben sok minden benne van. De sajnos az is benne van, hogy így lesz, és sajnos az is benne van, hogy úgy lesz. Vélhetőleg itt a végrehajtás fogja megmutatni, hogy hogy lett. Én nagyon remélem, hogy az év végén valami pozitív zöngével, vagy a következő évben ugyanígy ülve, azzal tudjuk megint zárni, hogy polgármester azt mondja, hogy ezt az évet is túléltük, és rám mégsem dőlt össze a városnak a gazdálkodása. Ám legyen úgy, de ezek mellett, a sarokszámok mellett, illetve az ilyen tervezett intézkedésekkel a költségvetést én a magam részéről elfogadni nem tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy gyors reagálás. Állami támogatások csökkenése. Valóban vannak olyan szegmensek, ahol kevesebb pénzt kapunk, ezt kár lenne tagadni, hiszen a számok is mutatják, ezt nem is akarjuk tagadni természetesen. Azt is látni kell viszont, hogy nyilvánvalóan egy országnak a vezetése egy globális áttekintést kíván, és ahhoz, hogy megtörténjenek ezek a bizonyos, már korábban is emlegetett átalakítások, ami jelen pillanatban nyilvánvalóan esetleg pluszkiadásokkal járnak, legyen az egészségügy, oktatás, stb. Az előbb-utóbb egy olcsóbb fenntarthatósághoz vezet. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy az ország sem dúskál a pénzügyi javakban, tehát valamit mindenképpen lépni kellett. Ezeket meglépte a kormány,
Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök ennek, és az egész országot tekintve kell itt a gazdasági helyzetet végignézni. Tehát ahhoz, hogy takarékoskodni lehessen az egészségügyben valóban, hiszen tudjuk, minél nagyobb tételben vásárolunk bizonyos termékeket, annál olcsóbbak azok a termékek, ahhoz állami kézbe kellett venni. Ha itt a kötszereket, gyógyszereket, stb. Nézem, nem külön-külön az önkormányzatok fogják majd itt az alapellátásnál, illetve a kórházi ellátásnál ezeket az eszközöket, segédeszközöket beszerezni, hanem központosítva lesz, ez biztos vagyok abban, hogy takarékosságot jelent. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is. Pontosan. Még egyszer mondom, lehet, hogy most kiadásokkal jár, mert minden átszervezés kiadásokkal jár, onnantól kezdődően viszont a megtakarítás mindenképpen jelentkezni fog. És vannak olyan részek, ahol ha el is vett, említette itt az állami támogatások csökkenését képviselő a szociális ellátás esetén, valóban a számok ezt mutatják, viszont nagyon sokat hozzátesz, mert a közmunkaprogram kiteljesítésével, még nagyobb arányú létszámbővítésével viszont hozzátett. Mi nekünk aligha az a feladatunk, hogy a kormány programját tárgyaljuk meg, nem is láthatjuk, én magam semmiképpen nem tartom magam olyan szakembernek, hogy az egészet így egybe lássam, összefüggéseiben, minden buktatójával, de nyilvánvalóan következtetni lehet, és józan parasztésszel erre a következtetésre jut az ember. A hivatalnál ez a bércsökkentés, ez rémisztően hangzik, ez nem így van, ez bérköltség csökkentés. Tehát ne tessék olyat mondani, hogy bércsökkentés következik, ez nem igaz. Költség csökkentés, az egészen más fogalom. A betervezett ingatlan eladásoknál azért azt is tudjuk nagyon jól, hogy ez régen is így volt, mindig az önkormányzat erre hajlandóságot mutatott, be is tervezte. Nyilvánvalóan addig fogunk ezzel élni, ameddig lehetséges és észszerű, nem elfecsérelve és elherdálva az önkormányzat a város vagyonát. Valóban ez így került beépítése, és a pénzügyi, gazdasági folyamatokat figyelembe véve fogjuk majd ezt a ingatlan eladásokat alkalmazni. Egyébként ennél a résznél, bár valóban voltak javaslatok, alternatívák az ellenzék részéről, de ennél a résznél nem láttam. Nem tapasztaltam semmiféle olyan mértékű javaslatot, amivel ezt ki lehetne pótolni. Ezt hiányoltam. Alternatíváknál. Párbeszéd a kormánnyal, hát amennyire csak lehet, ezt természetesen, amennyire lehetőségünk van nekünk a kormánnyal tárgyalni, párbeszédet folytatni, az a minisztereinken keresztül természetesen folyik. A kötvényterheket tárgyaljuk, folyamatban van, tehát ezzel mindenképpen élünk. A Karta TV, Karta Hírmondónál bizonyos kötelező feladatainkat látják el ezek az intézmények, és meggyőződésem, hogy egy város nem lehetne város annélkül, hogy ne legyen egy saját televízió, ne legyen egy saját újsága, ami teljesen objektíven mutatja be, közvetíti a híreket a város eseményeiről. Egyébként is van egy ilyen tájékoztatási kötelezettségünk, ami azzal jár, hogy az elhangzottakat a lakosság tudomására kell hozni mindenképpen. A könyvtárban is fellelhetők ugyanezek az anyagok, de az embereket ismerve szívesebben olvasnak újságot, szívesebben néznek televíziót. Hát ez egy régi nóta, ez a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a fizetésének a felemlegetése, ez egy kicsikét olyan populáris is, meg demagógis meggyőződésem. Semmiképpen nem szeretném megsérteni tisztelt képviselő urakat, de a alpolgármester asszonynak a munkarendjét én vagyok kénytelen koordinálni, beosztani,
Azt kell mondjam, hogy a képviselők a ketten nem tesznek annyit a város hasznára, mint alpolgármester asszony. Olyan ötletekkel, olyan dolgokkal rukkol elő, ami a város hírnevét öregbíti, olyan helyeken állja a sarat, ahova még férfiak is ritkán mernek elmenni, és tökéletesen végzi a munkáját. Köszönet ezért. Ez az összeg, amit ő kap ezért, a munkájáért, nem túlzott. És még egyszer mondom, összehasonlítva az örök munkájával nagyon sokat tesz. Az évet nem csak túlélni akarjuk, hanem eredményesen megélni és építően megélni. Elhangzott elnök úr expozéjából az, hogy mi minden fog itt várhatóan bekövetkezni az év folyamán. Ennek, hogyha csak a háromnegyede sikerül, akkor meggyőződésem, hogy nagyon sokat fogunk előrelépni, és egy eredményes évet fogunk zárni. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Dr. Kapusi Lajos képviselő úr kér szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Már minden alkalommal, amikor költségvetésről szó van, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fóruma összeül és megtárgyalja ezeket a napirendeket. Miután nem szeretnék még egyszer szót kérni, szeretném mondani, hogy a 3-as számú napirendet is megtárgyalta ezzel együtt a TIÉF, és mind a két napirendet egy nem szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további jelentkezés, kérdés, remény, hozzászólás? Molnár Pál képviselő úr kér szót. Köszönöm szépen, polgármester, a szót. Annyi kiegészítést mindenféleképpen tenni szeretnék, ahogy polgármester is említette, a támogatásoknál és a szociális juttatásoknál. Természetesen ez egy város életében egy komplex feladat. Nem lehet önállóan csak a város költségvetésével nézni, hanem azt is nézni kell, hogy milyen plusz támogatásokká alakítják át azokat a támogatásokat, amelyeket régen támogatás formájában kaptak meg a rászorulók. Említette polgármester a Start Munka programot. Én szeretném elmondani képviselőjéknek, a két jobbikos képviselőnek, hogy ez a város életében 340 millió forint plusz támogatást fog jelenteni. Természetesen úgy, hogy bérformájában kell kifizetni, de azok az emberek, akik korábban segélyezve voltak, nem segélyt fognak kapni, hanem bérért fognak dolgozni. És valljuk be, ez nem a versenyszféra, ez a foglalkoztatás, ez szociális alapú foglalkoztatás, de sokkal jobb program, mintha otthon ülnek a rászoruló emberek, és várják a postás, hogy hozzák a 28 ezer forintot. Ezt lecsökkentették már a tavalyi évben is 22 ezer forintra, helyette el kell menni dolgozni, és itt nagyobb összeg, igaz, dolgozni kell érte, de nagyobb összeget kapnak. A kormánynak ezt elő kell teremteni, tehát a pénzt ő sem tudja fakasztani, a forrásokat biztosítani kell az önkormányzatnak. A Vízmű Kft. Felügyelőbizottságának elnökeként jól tudom, hogy évek óta eredményesen gazdálkodott a víz és csatorna, ami nagyon jól gazdálkodott, hogyha országos eredményeket nézzük meg. Most ebben az évben úgy döntött az önkormányzata, pontosabban tavaly évben, hogy átadja a TRV-nek a szennyvíztisztítás és a ivóvízellátás munkáját, és ezért 110 millió forintos úgymond bérleti díjat kap. Ilyen eredményt soha nem tudott produkálni a víz és csatorna mű, tehát itt nem értem igazából, hogy képviselő úrnak mi a kifogása, ezzel kapcsolatosan sokkal magasabb a jövedelem, amelyet így el tud érni az önkormányzat. Egyébként egy nagyon nehéz és jó tárgyalásoknak az eredményeképpen tudott ez realizálódni, és hangsúlyoznám, mert már érzem a hátam mögött a mocorgás, hogy nem eladta az önkormányzat, hanem csak bérbe adta. Mutassanak még egy olyan önkormányzatot, amelyek ennyi munkahelyet teremtettek. Nem számolta fel a hulladékgazdálkodást az önkormányzat, van egy nagyon jól működő lakatos gépipari Kft-je, megvan a vízmű Kft-je, nagyon sok önkormányzat ezeket a frontokat már rég föladta, multiknak átadta, a multi jóval kevesebbet foglalkoztat, valamint a jövedelmet is elviszi. Ez az önkormányzat, a karcagváros önkormányzata mindig is azon volt, hogy a foglalkoztatást
előtérbe helyezve, minél több KFT-t, gazdasági társaságot, minél több intézményt meg tudjon tartani. Ezt azért emelném ki, mert képviselő úgy fogalmazott, hogy nem biztos, hogy az önkormányzat a korábbi években megtett mindent azért, hogy a foglalkoztatás megfelelő szinten tudja tartani. Én úgy érzem, a lehetőségekhez mérten megtette az önkormányzat azokat a lépéseket, amelyek a foglalkoztatás elősegítése érdekében meg kellett tenni. 111 millió forintot emleget képviselő úr, hogy erre javaslatai voltak 111 millió forint összegben, de ez a költségvetés nem 111 millió forintról szól, hanem 2,9 milliárd forintról. Erről kell dönteni. Lehet azon a 110 millió forinton vitatkozni, ami nagyon-nagyon sok pénz, de ennek a városnak, ennek a képviselőtestületnek döntenie kell 2,9 milliárd forintról. És úgy érzem, hogy ez a költségvetés támogatható. És én azért a végén el kell, hogy mondjam, én Lukács László Györgynek a szavaiból azt vettem ki, hogy bizakodó ő is, mert bízik a költségvetésben az, hogy végre lehet hajtani, és az év végén majd úgy adunk számot, hogy sikeresen végre tudtuk ezt hajtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólás és a kiegészítést, teljesen egyetértek képviselő úrral. Elég el nem ítélhető módon valóban átsiklottam itt az üzemek kialakításán. Hát az üzemeket nem nagyon van lehetőség az önkormányzatnak létrehozni, de KFT-ket igen, és ahogy el is hangzott Molnár Pál képviselő úr szájából, a Nagykunvíz és csatornamű is, és minden egyéb más cégünk vastagon nyereségesen üzemel. Tehát igenis nagyon szépen dolgoznak az ottani vezetők és munkatársaik, és remélem, hogy ebben nem kis szerepe van a Karcagváros önkormányzatának is. Van-e további jelentkezés? Nincs. Én abban bízok azért, hogy jobbikos képviselőtársaim is titkon abban reménykednek, hogy a város érdekében ez a költségvetés egy előremutató és végrehajtható és jól működő költségvetés legyen. Lehet, hogy ez van kiadva felső utasítás, hogy nem szabad megszavazni, tudomásul veszük ezt a bizottsági üléseken való hozzáállásuk, bizakodása ad azért okot, nem fogjuk azért a Jobbik megyei szervezetének ezt elmondani, hogy szépen dolgoztak a bizottsági üléseken, hivatalból most nem tudják megszavazni, van ilyen. Ha nincs több kérdés, vélemény, hozzászólás, akkor döntsünk. Aki tudja támogatni a költségvetést, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás. Ha jól számoltam, akkor 8 igen, 2 nemmel a képviselőtestület elfogadta a 2013. évi költségvetés rendelettervezetét. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, beszámoló az általános hatáskörök gyakorlásáról. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Az SMS arról rendelkezik, hogy a képviselőtestület által átadott hatáskörben végzett tevékenységekről a jogosítottak fél évenként kötelesek beszámolni. Ezt az anyagot tarthatjuk itt a kezeink között, ezt olvashatjuk. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazunk, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napi rendi pontunk, előterjesztés Karcagváros önkormányzatok 2012. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2012 önkormányzati rendelet módosításáról. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, ez végül is már történelem. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás. 8 igen, 2 nemmel a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Negyedik napi rendi pontunk. Előterjesztés a Karcagváros önkormányzat SMS-éről szóló rendelettervezethez. Két jogszabály új alapokra helyezi a helyi önkormányzást, ezért szükséges az SMS módosítása. Ez a két új törvény, Magyarország alaptörvényre, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha az SMS módosítását tudjuk támogatni, jelezzük, igen,
Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcagvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására. További pontosítások teszik szükségessé a módosítást. Több ilyennel is fogunk találkozni a mai napon. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm. 6. napirendi pontunk, előterjesztés a pénzben és természetben nyújtó szociális ellátásokról szóló 13/2004 önkormányzati rendelet módosítására. Két változást teszi szükségessé a módosítást. Egyik az, hogy nincs lehetőség helyi lakás fenntartási támogatás megállapítására, valamint az alanyi jogon járó ápolási díjat január 1-től az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm. 7. napi rendi pontunk, előterjesztés a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló, többszörösen módosított 5/1999 számú rendelet módosításáról. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a feladatokat 2013 évtől nem a nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési szolgáltató KFT végzi, ezért szükséges a helyi rendelet módosítása, hanem ezt a TRV fogja ellátni. A szennyvíz szippantásról van szó egészen pontosan. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelentkezést nem látok, ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 8. napi rendi pontunk, előterjesztés a Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítására. Pontosítások miatt van erre szükség? Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, egyetlen egy kérdésem lenne, széles körű tevékenységet végez a Városgondnokság, ezt valamennyien tudjuk, alaptevékenységét is láthatjuk felsorolva, az a sok-sok minden, amit eddig is tett, és bízunk benne, ezt követően is teszi. Egyetlen egy kérdésem lenne, hogy a köves daráló, mint neves intézménye és épülete a városnak, az nem a Városgondnokság alaptevékenységéhez, hiszen eddig is ő tette a karbantartását, felújítását, rendbetételét folyamatosan. Nem találom itt a felsorolásban, ezért is kérdezem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselőasszony nagyon figyelmes, és ezt őszintén köszönjük, és szívén viseli a köves daráló sorsát. A Városgondnokság a különböző reparálásokat, felújításokat ezen túl is el fogja látni ebben ezen a helyen természetesen, hiszen ez az egyik büszkeségünk itt a városban, és nagy értéket képvisel, továbbra is ellátásra kerül ez a probléma. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, szavazzunk, aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 9. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyására. Tisztelt jelenlévők, a megye gondozásában volt eddig a Karcagi Múzeum is, innentől kezdődően, már nem innentől, hanem 2013. január 1-től kezdődően önkormányzat látja el a fenntartói feladatokat. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége fontos feladatának tekinteni a települési önkormányzatok fenntartásába került múzeumok feladatainak koordinálását, információ adatbázis működtetését, a szakmai feladatellátás újraszervezésének segítését és az érdekképviseletet. Magam is javaslom igazgató úrral egyetemben, hogy csatlakozzunk ehhez a szövetséghez. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszony kér szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Jelenlévők, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság legutóbbi ülésén tárgyalta ezt a napi rendet és elfogadásra javasolja. Itt nagyon fontos megemlítenünk, hogy ehhez a szövetséghez való csatlakozás az információk közvetlen elérésében is nagy-nagy szerepet játszik, tehát mindenképpen indokolt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Van-e további vélemény? Jelentkezést nem látok, ha támogatjuk, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk előterjesztés a Dénimi Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár alapító okiratának módosítására. Szintén egy pontosításról van szó. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben is szavazzunk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 11. napi pontunk. Előterjesztés a támok 5.3.9. kötőjel 11/1/2012-0001 azonosító számú pályázati program megvalósításában való részvételre. Gyönyörű szép címe van az előterjesztésnek, érdemes ízlelgetni. A program célja ingyenesen biztosítani a rászorulók, hátrányos helyzetű felnőttkorúak és a munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek részére a tanulási lehetőséget, tanulási központok létrehozásával. Nagyon hasznos véleményem szerint ez a program. Szeretném, hogyha tetszenének támogatni, vitára bocsájtom. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 12. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Jászlókun-Szolnok megyei parlagfűmentesítési alaphoz történő csatlakozási szándékról. Vitára bocsájtom a napi rendet, javaslom a csatlakozást. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Lukács László képviselő úr kér szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy polgármester úr említette a gazdasági tanácsadó testület ülésen, hogy kérni fogja, hogy bizonyos módosítások menjenek ezen végbe. Én azt szeretném kérdezni, hogy az előttünk lévő anyagban megtörténtek ezek a módosítások, és ezek miről szólnak, csak azért, hogy sokak számára ugye ez a parlagfűmentesítési alap, vagy maga a parlagfűmentesítés ez egy nehezebben kézzelfogható dolog. Nyilván mindenki érzi annak a káros hatását, de azt nem látják, hogy hogy tűnik el, miért tűnik el, tehát érdemes lenne azért szerintem röviden felvázolni, hiszen igen, az emberek erre kíváncsiak. Igen. Köszönöm szépen. Tökéletesen igaza van képviselő úrnak, valóban a gazdasági tanácsadó testületen én magam kértem azt, hogy napoljuk el a témát, hiszen a tanácsadó testületi ülés követő napokban tárgyalta a megyei pénzügyi bizottság ezt a napi rendi pontot, és én azt mondtam akkor, hogy a lehető legjobb pozíciót fogom kiharcolni ebben az ügyben. A korábbi években a pályázat útján hozzájuthattunk olyan kaszákhoz, elektromos vagy tudja milyen kaszákhoz, amivel ezeket a gyomokat ki lehet írtani. Robbanó motoros, hiszen benzin is kellett hozzá, tehát a lényeg az, hogy gépekre és kerülőanyagokra, hajtóanyagokra sikerült pályáznunk. Ez most is megadatik. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem jártam sikerrel, mert ezt nem a megye dönti el. Tehát nem volt semmilyen lehetőség arra, hogy az idei pozíciókat javítsuk. Mindenképpen jeleztem az elnökség irányába. Ők sem tudtak tovább lépni ebben az ügyben. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Ezzel együtt is azt mondom természetesen, hogy érdemes csatlakozni. Molnár Pál képviselő úrnak adom meg a szót. Polgármesterről a szó, tisztelt képviselőtestülete, a gazdasági tanácsadó testületülésen is felvetettem, de részben polgármesterről megadta a választ. 100.000 forintnál kisebb értékű eszközbeszerzés esetén nem tud az önkormányzat olyan eszközöket beszerezni, amely megfelelő minőségi munkát tud végezni. Sajnos ez benne van, az elmúlt években nem így volt megfogalmazva, ez nagyon-nagyon nehéz helyzetbe fogja hozni, ha nyer a pályázat végrehajtását. Köszönöm szépen. Igen, egyetértek, én magam is még egyszer hangsúlyom, azért próbáltam eljárni, de a megye sem tudott ebben előrelépni.
További jelentkezést nem látok, szavazásra bocsájtom az előterjesztést. Aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. A témát nem fogom elfelejteni, és újra, mint ahogy már a korábbi években is, ha nem jó ez a pályázat, akkor én azt is mondtam, hogy szálljunk ki belőle, a további pozíciójavításra teszek kísérleteket természetesen a következőkben. 13. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a 02290 helyrajzi számú csatorna használatba történő átadása Horváthné Farkas Adrien részére. Az ingatlan mellett van az a bizonyos csatorna rész, a gondozását vállalja át, ha elfogadjuk ezt az előterjesztést. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 14. napi rendi pontunk, előterjesztés a Karcag tilalmas tanyaközpont vízellátásáról. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, egy nagyon szép anyagot tartatunk a kezünkben, már-már történelmi áttekintést ad, egy komplett tájékoztatóról van szó, köszönet érte a műszaki irodavezetőjének, Nyester Ferenc úrnak. A lényeg az, hogy mint kötelező feladataink egyike, a ivóvíz biztosítása a tilalmasi lakókörzetben is kötelező ránk nézve. A lényeg a előterjesztésnek az, hogy biztosítjuk ezt az egészséges ivóvizet 3 liter per fő per nap forma mennyiségben, palackos víz formájában. Vitára bocsátom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? GTT-n is bizottságüléssel is tárgyalásra került, kivesézésre került. Ha nincs jelentkezés, szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 15. napi rendi pontunk előterjesztés a Karcag Tégláskertben található 13.305 és 13.306 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről. Két kert földről van itt szó, Tóth Dezső úrnak üzenem minden, hogy ez az előterjesztés, amiről a közmeghallgatás keretében már beszámoltam. Itt próbálunk kivásárolni két olyan kertföldet, hogy azt a mellette lévő önkormányzati kertszakasz bővítése kerüljön, és akkor ez a bizonyos közmunkaprogram keretében induló növénytermesztés működhessen. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, a kertföldek tulajdonosai 150-150 ezer forintot kérnek, ami véleményem szerint teljesen korrekt ebben a kertben. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk a 13.306-os helyrajzi számú ingatlan megvásárlásról, aki támogatja, jelezze igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, valamint a 13.305 helyrajzi számú tégláskertben található ingatlan cseréjéről. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 16. napi rendi pontunk, előterjesztés Karcagvárosi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására. Törvényi előírás ennek a megalkotása. Vitára bocsájtom a napi rendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelentkezés nincs. Szavazzunk. Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 17. napi rendi pontunk. Előterjesztés a környezet és energia operatív program keretében kiírt épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP 2012 5.5.0 per B-kód számú pályázatban való részvételről. A támogatás célja ösztönözni a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra, az Zöldfogúti Idősek Otthona telepéjének energetikai felújítását szeretnénk megvalósítani ennek a pályázatnak a keretében.
Az önerő ebben az esetben elég magas, 21.797.025 forint. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Az összeg határa való tekintettel természetesen majd név szerinti szavazást fogok kérni. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Köszönöm szépen. András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy általában nem szoktuk támogatni azokat a pályázatokat, ahol jelentős önerővel kell a kormányzatnak hozzá jelentős önerővel hozzátenni. Ebben az esetben azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes hozzátenni ezt a 15%-ot. Ugyanis ez a beruházás egy hosszú távú, és ha megnézzük, a megtérülése igen gyors és igen hatékony. Úgy mondhatom, hogy a hozzákapcsolódó tervezett egyéb pályázat, amiről ugye tudunk is már ott szó. Okozottan érdekessé teszi ezt, és úgy gondolom, hogy a utóbbi időszak egyik olyan gazdasági vállalkozása lenne a városnak, amely gyors megtérüléssel, tehát hihetetlenül gyors megtérüléssel, tehát ilyen 0,4 évtől 2,5 évig terjedő megtérüléssel kell számolni. És azon fölül nyilvánvalóan ugye értelemszerűen egy stabil, folyamatos bevételt, vagy akár növekedő, mérhető bevételt jelent a városnak. Ezért úgy gondolom, hogy bár terhet jelent, nyilvánvalóan ennek a 15%-nak az előteremtése, de nagyon fontos lépés abba az irányba, hogy a város egy picit önállósodjon gazdaságilag, és ne kimondottan csak a kormány, éppen mindenkori kormány jó indulatára vagy nem jó indulatára támaszkodjon. Megteremti vele azt az alapot, amely lehet egy még további fejlesztések és gazdasági fejlődésnek a iránya és alapja, ami nagyon fontos. Ennyit akartam elmondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, örülök, hogy ez a vélemény a képviselő úrnak, egyezik a véleményünk ebben az ügyben. Van-e további jelentkezés, kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor név szerinti szavazást kérnék szépen. Egyértelműen tessenek jelezni a véleményt Molnár Pál. Igen. Kovács Sándor nincs jelen. Kovácsné Kerekes Katalin. Igen. Gyurcsek János. Igen. Én igennel szavazok. Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Csányi Sándor. Pálinti Ildikó. Igen. Andrássy András. Igen. Dr. Lukács László. Igen. Dr. Kaposi Lajos. Igen. Köszönöm szépen. Egyhangulag fogadta el a képviselőtestület ezt az előterjesztést. 18. napirendi pontunk. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében kiírt funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című IAO 5.1.1 kötőjel, illetve D kötőjel 12 kódszámú pályázatban való részvételről. Itt sokkal jobb a helyzet, hiszen ez egy 100%-os támogatottságú pályázatban való részvételt tesz lehetővé. Tartalmi elemei, piac belső felújítása, hogy már volt is szó a mai napon erről, a Vériné felújítása, városközpont térrendezése, valamint a városháza felújítására ad lehetőséget, amennyiben nyerünk ezen a pályázaton. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. Nagyon fontosak lennének ezek a fejlesztések, reméljük, hogy fogunk nyerni, bizakodjunk. Az összeghatára való tekintettel itt is név szerinti szavazást kérek szépen. Ha nincs jelentkezés, akkor kezdjük is. Molnár Pál. Igen. Kovács Sándor nincs jelen. Kovács Sékeretes Katalin. Igen. Gyurcsek János. Igen. Én igennel szavazok. Karcagi Nagy Zoltán. Igen.
Csányi Sándor, Pánti Ildikó, igen. András András, igen. Dr. Lukács László, igen. Dr. Katos Vagyas, köszönöm szépen, egyhangulat támogatta a 18. napi rendi pontot a képviselőtestület. 19. napi rendi pontunk, előterjesztés a Karcza Horváth Ferenc út 7 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázat visszavonásáról. Az élet úgy hozta, hogy a tankerület foglalta el ezt a helyet, így okafogyottá vált a további pályáztatás. Vitára bocsájtom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. 20. napi rendi pontunk előterjesztés a Karcza Kálvin út egy szám alatti 60 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásának pályázat útján történő meghirdetéséről. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a korábbi bérlő ezt a üzletrész, ezt a területet leadtam. Javaslom, hogy pályázat útján hirdessük meg, hát hogyha lesz rá jelenkező. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 21. napi rendi pontunk, a jelentések. 14 darab jelentés található a anyagban. Van-e valamelyik jelentéshez valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? Esetleg van-e olyan, aki javasolja, hogy külön-külön szavazzunk a jelentésekről? Ilyen ügyrendi javaslatot nem látok akkor. Ha nincs jelentkezés, akkor egyben összevont szavazást szeretnék kérni. Aki támogatja a jelentéseket, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 22. napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Előterjesztés az 545/2008 KT számú határozat és az 5/2008 TG számú határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, miután, ahogy jeleztem a ülés elején, a 22. és a 23. napirendi pont taggyűlési napirendi pont, zárt ülést rendelek el. Ez egy nyílt ülés keretében folytatja a munkáját. 24. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcza Városi Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény 45. paragrafus első bekezdése A pontja alapján a 353/2011 kormányrendelet második paragrafus első bekezdése alapján és az előző években keletkezett tárgyévet, valamint a tárgyévet követő 3 évet terhelő fizetési kötelezettségről. Talán ez volt a legszebb előterjesztési cím a mai napon. Törvényi előírás ennek a előterjesztésnek a megvitatása és elfogadása. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazzunk, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévők, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. A február havi előzetes programokról szeretnék egy rövid tájékoztatást adni. Február 1-én lesz a Szent Andrási Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium szalagavatója. 2-án megrendezése kerül az Apró Lábak Gála a Déri Nép Kulturális Központban. 8-án Kultúrházak éjjel-nappal címmel programsorozat várja a karcagiakat a Déri néven. 14-én Filharmónia hangversenysorozatot tartanak a gyermekeknek. Alexander Hors, ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencei címmel a Dérini Kulturális Központban. 15-én kerül sor a Györfi Néptánc gálára ugyanezen a helyen. 16-án tartják a vadászbált, szintén a Dérini Kulturális Központban. 26-án felolvasó délután lesz Gárdonyi Géza műveiből a Csokonai Könyvtárban.
ez az alaphelyzet, én biztos vagyok abban, hogy a program még gazdagabb és bőségesebb lesz. Azt majd a következő testületi ülés elején fogjuk megtudni, amikor számokat adunk a két testület ülés között történtekről. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2013. február 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Dr. Lukács László úr, képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Bár addig még sok minden fog történni, de a napirendi ponti javaslatom, hogy szálljunk egy napirendi pontot arra, hogy miként áll a fürdő beruházás, és hogy halad, merre halad, és mi történt benne változás. Köszönöm szépen. Tehát akkor miként áll a fürdő beruházás? Molnár Pál képviselő úrnak adom meg a szót. Polgármester úr, pénzügyi bizottságon is felvetődött már, és én úgy érzem, hogy ezt mindenki tudja, hogy jelenleg a fürdőberuházásnak a közbeszerzése, a második ütemnek a közbeszerzése folyik. Tehát túlságosan sok minden újat, a közbeszerzésről tudjuk tájékoztatni, hogy a közbeszerzés hogy áll, de ugye még nincs kiválasztott, nincs nyertes a közbeszerzésnek, nincs eredménye, erről tudjuk tájékoztatni, hogyha kéri képviselő, még egyszer elmondjuk, hogy ezt. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, szinte minden egyes testületi ülésen egyébként is szó van erről a fürdő beruházásról, ezt kár lenne tagadni, és azt hiszem, hogy aki szeretett volna tájékozódni ebben az ügyben, az bőségesen tájékozódhatott. Én is úgy gondolom, hogy ez most egyelőre még nem célszerű, nem vagyunk abban a fázisban, hogy sokkal több újat tudnánk mondani. Ebben egy kicsit csibészséget is, elnézést a kifejezésért érzek, és nem csak jobbító szándékot, hogy finoman fogalmazzak. Miután úgy gondolom, hogy éppen elég tájékoztatást kapnak a tisztelt képviselők, és kérhetnek az irodavezetők, illetve a beruházótól úgy szintén. Még egyszer mondom, miután jelen fázisban nincs nagyobb előrelépés, amire számot kellene és tudnánk adni, nem tartom célszerűnek, de szavazásra teszem ezt a napirendi ponti javaslatot, aki támogatja azt, hogy kerüljön felvételre, kérem, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, két igen, 8 tartózkodással nem fogadta el a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Van-e egyéb napirendi ponti javaslata bárkinek is? Jelentkezést nem látok, tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, köszönöm mindenkinek a megtisztelő megjelenést, aktivitását, odafigyelését, köszönöm a hivatal munkáját, a televízió nézők figyelmét, a mai ülést ezennel bezárom.